17 percen itt vagyunk. De, de szépen. Én azt hittem, hogy ez az első zene volt csak. De akkor ez már a második volt. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Hello mindenkinek. Hát gyerekek, én olyan migrénnel ébredtem, hogy, hogy kifolyik a szemem. Jani már adott egy ilyen valami kapszulát. Kapszulát? Kapszulát. Mindjárt lenyelem. Én éjszaka kettőkori rám tört egy ilyen hidegrázós fejfájás, és figyelj, azóta, tehát, hogy így hajszálhíliával volt, hogy be tudtam a vezetni konkrétet. Fok. Az, ami jön. Kaposváron már most reggel azt mértek, 17-et hallgattam a Királyi Rádiót, amit mindig elmondják. Fú, ez valami nagyon durva. Benne van az összes, és akkor itt az úton ilyen 11 volt, vagy 12. Én majd szétrohadtam az... egyébként, olyan meleg volt reggel, pedig azért is jöttem be később, mert válogattam a szekrénybe, mert nem akartam szétfagyni. Mondom, valami vastagabbat veszek fel, mert mondom, kint állok majd a megállóba, végem lesz, na most ehhez képest majdnem megdöglöttem, olyan meleg volt. Jó idő, még valami 20-at emlegetnek, aztán délután meg, és ugye az a gázben, hogy ez egy nap. Tehát tegnap elkezdődött, és ma délben vége az egész. Lehet, hogy ez. Én nem vagyok érzékeny semmilyen frontra, meg semmi, de mondom, és már amikor éjszaka tudod, hogy aludnod kéne, és nem, és nem, és nem. És hát ez már a kor. Én nem is tudom azt, hogy lehet kibírni, valaki migrénes. De hogy az, tehát ez tényleg hogy bírod? Annál talán csak a fogfájás az, ami még kegyetlen. Nagyon súlyos. Hát meg tegnap ugye találkoztál Aurélióval is, hát az is ugye rátett egy lapáttal. Igen, lehet, hogy emiatt fáj egyébként. Nagy forgatási kurzusban vagyunk. Ma van az utolsó nap, most már azért nem mondom, hogy nem a végemet járom. Nem hiányzik. Napi kettőket még így felnyalunk a gyertekárból, ami jó, meg szeretjük, meg jó kis műsor, meg nem sokára indul, csak most már az így rádió, meg tévé együtt azért az így most egy picit picicsok, és sűrű tegnap ilyen fél 10-10 körül sikerült hazaérnem. Amit mondhatnád, hogy tulajdonképpen tényleg emberi időpont, mert akkor 10-11 lefekszel, de nem fekszel le. Nem fekszel le. Plusz ugye reggel 6-tól itt egyébként folyamatos odafigyelés este 10-ig, azért az nem egy rám műszak. Jó, hát nem kéri senki persze, tehát nek én vállalom, nem akarok nagyon sírni, csak most még ez a hajnali fejfájás, ez erre mérges voltam. Tudom, amikor mérges vagy magadra, hogy most itt lenne a lehetőség, alszik a kicsi is, alszik a nagy is, senki nem köhög, nyugi van. És de... erre kettőkor fölkezd, hogy szétesik a fejed, de annyira már nem vagy fönt, hogy lemenjél egy valamit bevenni, vagy nem tudom, csinálj magaddal valamit, hogy ne fájjon, csak forgulósz, és azt hiszed, hogy úgyis elmúlik. Kiasszod magad reggel. Fél három, három, negyed négy, fél négy, kattog négy, az agyat negyed öt, és aztán már nagyon rá stresszelsz, tudod, hogy most kell, és akkor ott már végén. Úgyhogy én fél ötkor fölkedtem, elmentem zuhanyozni, erre az egész család fölébredt, úgyhogy hát. Ideális ébredés. Meg így forgatáson mindig kattog az embernek az agya tovább, hogy kit bántottam meg nagyon, kit nem elég. Ezen sose gondolok. Nem hiszem, hogy azért... Nem mondjuk igaz, mert lelkismert, mint olyan, azért már ennyi idő után már nem dolgozik az emberbe. Tudták, mire jönnek. Na jó, kit nem bántottál meg eléggé, akkor így. Érted, tudta, mire jön, aláírta. De rám mindig lehet számítani, nálam mindig van kínálós bogyó. Hát, hogy tényleg van egy-két olyan dolog mindig a tatyomba, ami nem is annyira miattam van bent, hanem azért, mert hát, ha valaki valamikor rászorul. Régen gyerekkorom, hogy 10 évesen, én nagyon keveset dohányoztam, egyszer-egyszer elszívtam egy-egy dekket, de hogy nem volt rám nagyon jellemző, de mindig volt nálam kínálós cigi. Azért, hogy ha valaki esetleg megkérdezi, hogy Jani, van egy cigit, akkor tudja neki adni. De ez volt 10 évesen, most meg van nálam raktapasz, van nálam fejfájás csillapító, van nálam kézkrém, az mondjuk azért nálam is elő szokott fordulni, de hogy így mindig van valami. Azonnal elővetted a kis egészségügyi dobozodat, és adtál egyet. Ez nem egy olyan. Kis drazsét, úgyhogy én ezt most nem szedek nagyon gyógyszer, de most ezt bekaptam, úgyhogy nagyon felkészült voltál. Most elkezdtem szedni megint így tére való tekintettel, meg a öregedő ízületémre való tekintettel egy ilyen ízületvédő kis tablettát, és pont gondoltam rád miattad reggelre, mert akkora volt, hogy ketté törtem, és még így is majdnem belepusztultam. Én nem bírom ezeket lenyelni, én ezt a drazsét is, amit adtál, ezt most szopogatom egy ideig, és amikor összem egész kicsire, akkor nyelem le. Én nem tudok nagyot lenyelni. De nincs jó íze. Hát nincs, ez ilyen, nagyon ilyen marós, ilyen keserdés, valami. Én nem tudok, tehát hogy én egy ilyen 1500 C-vitamint már nem tudok lenyelni. Én szétrágom. De mindent. Algopirincset tudom lenyelni, csak ha félbe töröm. Figyelj, konkrétan akkora volt, mint egy ilyen élelépilagónak a bábja. Az nekem annyi. Ketté törtem, bélet, és
vizet. És majdnem belepusztult. Az nekem annyi, azért lesenyelem. Hogy ezt kinek találják ki, vagy hogy van, nem tudom. Hát Feri, biztos jobban boldogulsz ezzel. De nem én tudom, jobban hát tudom nyelni. Nem, mit tudom, én neked nagyobb a gégefőd, vagy én nem valakinek simán megy, a Wikipedia kap egy maroknyi vitamint, és úgy nyeri le, hogy semmi. És mondom, hogy nem fulladsz hát ettől meg. Azért ott van a rutin. Én meg így, ez is igaz. Hozzá van szokva, hogy nagy dolgok vannak a szájában. Hogy így megnézek egy gyógyszert, és szemezek vele, így lerakom, felveszem, félbevágom. Én egyszerűen nem. De valószínűleg, mert gyerekkoromban nagyon sokszor már megfulladtam ettől, és ez egy ilyen pszichés gégecső szűkület. Hogy próbálod nem tudom. Irányba igazítani, ugye? Igen. Hogy hossza menj el ennek keresztbe. De biztos, hogy nyelésnél megfordul. Na mindegy, úgyhogy hát ez volt. Egyébként minden oké volt? Visszaértél tegnap? Hát olyan fél egy körül. Fél egy körül? Elbeszélgettünk, meg összeszedtem az ajándékokat, amit a falu összehordott, ott van az asztalotokon, remek tokai szamorodikat kaptunk. Hát figyelj, engem nagyon megviselt a tegnapi nap. Azt nem csodálom, szerintem mindenkit. Ugyanakkor meg nagyon felemelő is volt látni két olyan embert, ugye tegnap adtuk át az autót, nagyon sokan kérdeztétek, hogy hova mentem. Erdő Horváti, most már azért el lehet árulni, ezek 800 fős kis település, nagyon-nagyon rendes emberek lakják, nagyon szép volt a falu, az a pár is, akihez mentem, az első, ami feltűnt, hogy ugye ez nem egy gazdag környék, meg a ház se volt egy ilyen nagy pucparádé, de nagyon nagy rend volt és tisztaság volt, és akkor ott még elsírogattuk magunkat, ugye szépen folyamatosan reggel, a lenyugodtakat kedélyek, körbe kellett vigyem a rokonságot a faluban, tehát az, hogy így egy másodperc alatt jött mindenki, és mindenki annyira jó szívvel jött Juditékhoz, hogy gratulált, és elmondta, hogy tényleg megérdemlitek a dolgot, és a szomszéd jött oda, hogy akkor küldene nekünk italokat, mert hogy neki, ő nem tud mást adni, de ezt nagyon szívesen. Mondtam, hogy nem akarom elvinni a vagyon, nem kérjük, de aztán megkapták az autót, és akkor így visszajöttem, olyan fél egy körül értem haza. Aha. Délután, vagy hát ide, fél egykor, aztán autót váltottam, és akkor még így elüldögéltem otthon délután ebben a gondolatkörben. Na, merettél magad elég kicsit, kinek mit ad a jó Isten, és miért adja azt, ha ő adja, és hogy hogyan lehet ezzel élni. De ez nagyon jó helyre ment az autó, az tény és való. Igen, szegények. Én nem tudtam egyébként, hogy mi a településnek a neve, akármennyire is nehéz ezt elhinni. Én nem is kérdeztem rá tegnap egészen pontosan, hogy hova mész, meg ugye több opció volt még. Hát most, ahogy mondtad, Erdő Horvátinak a nevét, csak ránéztem így a környékre. Mi elég sokat jártunk azon a tájékon. Hát eszembe is jutott a regéc, ki van írva, hogy persze, felé. Ezért is, meg egyébként mindenféle másokban kifolyólag elég sokat voltunk azon a környéken. Hát tényleg, ahogy mondod te. Tehát, hogy ott kevés van az emberekből, de hát ott minden máshol is kevés, hát az az ország része eleve. Igen. Az az ország része eleve. Úgyhogy ilyen volt a dolog. Ebben. És hát a felét meséltük el adásban egyébként, ami gond van náluk. Legaládnál. Szóval azért ott van még probléma. Úgyhogy és átadtuk a kontaktokat? Vagy ez hogy lesz majd? Átadtunk minden? A Kapcsi kolléga intéz mindent. Én visszahoztam az autót. Ugye át kell írni. Sokan kérdezték, hogy jövök vissza, ott marad a kocsi. Hát nem lehet ott hagyni. Nem, azt mondtuk persze, de nem is csak a ladára gondolok, hanem még az azzal járó külön, mert akkor Julibaba futunk még egy kört, hogy megkapják az extrákat. Az extrákat, a telefonszámokat, minden, ugye, ami felsoroltuk, csak akkor hogy kössük össze őket, mert persze, itt az üzemanyagkártyától kezdve minden van, úgyhogy mindent odaadunk, mindenért nagyon hálásak, mindenki nagyon örültek. Hát figyelj, azt képzétek el, csak egy rövid sztori a családról, vagy inkább történt, mert ezt a sztorit már itt nem is lehet igazán alkalmazni. Ők vettek egy kocsit majdnem 10 évvel ezelőtt, ugyanis a családfő, Laci, ugye kereső ember volt. Az ő életük gyönyörű volt, meg tudták venni 3 millió forintért ezt a házat, be tudták rendezni, föl tudták újítani, és hát ugye a gyerek miatt is kellett egy autó, amit 30 000 forintos részletével fizettek, jött a válság, avagy a váltság, ebből a 30 000-ből 90 000 forint lett, amit 2 évig még próbáltak fizetni, aztán ugye nem tudták, visszaadták a kocsit, most ott tartanak, hogy még 12 éven keresztül havi 25 000 forintot kell fizetni, de úgy, hogy és akkor nyilván elgondolkozol, hogy a banknak a követelése az természetesen, idézőjelesen mondom, hogy jogos, de bemész úgy, hogy nincs, és egyébként Laci kapott egy szívinfarktust közben, csak mondom. Most ugye közmunkám van a faluban, mert hétvégére megengedte neki a polgármester, hogy szombaton és vasárnap reggel 6-tól este 8-ig dolgozzon, ugyanis hétközben a gyerekkel kell lenni, muszáj. És hogy bemész a bankba, hogy van egy gyereked, aki
amivel nem tudod az életedet rendesen élni, szükséged lenne a kocsira, hogy nincs ilyenkor emberség. Tudom a választ a bank részében. Sajnos, tudom, tudom a választ. Úgyhogy, na, de 12 év alatt fizetsz a 25 ezeret, hát akkor még a 3 milliót már vissza is adod. És mások, még amennyit azóta addig fizettek. Hát persze. És a kocsi már nem is ér annyit. Szóval már nincs is náluk a kocsi. Meg már nincs is annyi, igen, azt már is vették. Hogy? Ugye azért. Szóval komoly, komoly a dolog, de nagyon rendes, tisztességes emberek, mi imádják a gyerekeket, mind a kettőt. A nagyobb gyerek iskola után dolgozik, hogy be tudjon segíteni. Állatokat tartanak, hogy legyen mit enni. De hát például télire a tüzelőt, azt ők nem látják egybe soha. Tudod? És nagyon sok ilyen család van ma Magyarországon. Tehát ő mindig azt mondta Judit, hogy így egy hónapot látunk körülbelül. Nyilván mennek fát szedni erdőre, meg amit tudnak, megvesznek. És hát szerintem mindenki tudja, hogy emberek ezrei élnek így ma Magyarországon, de ennyire közelről látni, ez mindig, mindig ez mindig megdöbbentő, persze. Jó. De jó helyre ment az autó, az a lényeg, ez nekik nagyon nagy segítség, és nagyon-nagyon boldogok voltak. Hát akkor viszont jó, tényleg. Ja. Mindenhova jó helyre ment, tudtuk, de hogy akkor megint sikerült jól választani, hál' Isten. Igen, szerintem azokat egyébként megkérhetjük, nyilván nekik is eszükbe jutott, főleg, hogy így most már egyre több részlet derül ki a családdal kapcsolatban, hogy akik felajánlottak valamilyen plusz dolgot, és mondjuk az egy kézzel fogható dolog, hogy azok próbálják meg a helyszínre eljutatni, hogy ne nagyon kelljen nekik mozogniuk így az országba, mert nyilván az nekik plusz költség, meg ilyesmi. Tehát, hogyha lehet, akkor mindenki juttass el helybe ide, Erdő Horvátiba, a családhoz. Azokat a dolgokat, amiket felajánlott, azért azt szerintem az jó lenne nekik. Jó, majd beszélünk a felajánlókkal, persze, hogy mit lehet tenni. De nagyon jó helyre ment. Jó. Egyébként szerintem az első két mondatból, Juditnak a reakciójából már rögtön. Az első néhány hangból is kiderült, hogy jó. Én ott idézőben hátradőltem, megnyugodtam, mondtam, hogy na, hát amúgy se nagyon lehetett rá számítani, hogy mondjuk rossz családot vagy rossz helyet választottunk. Sajnos egyébként így azért volt több száz vagy több ezer olyan ember, akinek nagyon nagy szüksége lett volna erre a dologra, de ahogy Judit reagált erre a dologra, hát az egyszerre volt megdöbbentő, megrázó és felemelő is. Igen, kemény, kemény. Tényleg kemény volt. Jó, és akkor a héten meg is kapják az autót. Szerintem meg. De jó. A kocsi visszajött, hát szerintem egy nap átíratni. Ha hamar átfut, persze. De szerintem egy nap bemész, megvan, és akkor el is visszük neki a Lada. Biztos vagyok benne, hogy nem kell érte elutazni Budapestre, hanem valahogy azt hiszem van ott a környéken is Lada kereskedés, oda biztos le lehet vinni trélerrel, és akkor ott már át tudják venni. Ott már átveszik. Jól van, na hát ez mindenképpen jól végződött akkor. Nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy mit írnak hallgatóink, ha megtalálom, hogy hol van az én kis SMS falam. Azt mondja, hogy micsoda, egy újabb rádió műsor lopta el a Morning Show logót, írjátok be a fészre. Jó, megnézzük, akkor köszönjük szépen, hogy szóltál, és akkor onnan elindítjuk a hadjáratot arra felé. Tegnap a Csabihoz is betelefonált kívánság műsorra, annyira megható, én nem hallottam, tényleg? 12 előtt adta le Csabi, és akkor nekünk köszönetet mondott, hogy 11.32 még akkor is okogott. De helyes, igen. De helyes, igen. Na, azt mondja, hogy hát itt mi kapom a tanácsokat a fejfájásra, köszönjük szépen. Másnaposság, azt írjátok, de nem, tényleg nem erről van szó, tegnap dolgoztam, úgyhogy nem volt semmi. Ja, meg ráadásul attól nem jön. Hát tehát, ott hogy azért isznak rendesen abban a műsorban. Isznak abban a műsorban, igen, de de inkább csak a vendégek. Vendégek, kicsit én is. Tudom igazolni. Kicsit én is. Hogy állunk játékkal? 1-0 lehet csak maximum, és várjál, csak pont hallgattam tegnap a játékot, Jani játszott, és a hölgy kimondta, azt hiszem másfél másodperc alatt. Tehát mi vezetünk egyet. Akkor egyen megyünk. Jól van, lehet jelentkezni. Jó, ha játszanátok, írjatok SMS-t, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk, Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-7 múlt. Pontosan 3 perccel. Ráadásul nem Oti volt. Tehát, hogy ez bent volt a gépben. Oti nem így üzen a rajongóinak. De köszönjük szépen. Nem hittem a fülemnek. Hát én is meglepődtem. Visszatért a fordított gatyás srác meg a haverja. Igen, én is furán néztem erre. Na mindegy. Az amerikai TikTok. Az amerikai TikTok duo, igen. 3-4-7 múlt, pontosan 3 perccel. Itt van már is Erdékosunk, akivel játszunk. Halló, jó reggel, ciao. Szép jó reggelt, sziasztok! Hello! Csilla, honnan hívtál minket? Szigeten Miklósról beszélek. Sziget. És ez az első alkalom, hogy játszom veletek. Na, tényleg? Így van. Nem próbáltad eddig, vagy nem sikerült, vagy hogy? Próbálkoztam már SMS-sel is,
De most sikerült először. Na jól van. Okkerka, kivel, Csilla? Hát én téged választanálak, Balázs. Fáj a feje szegénynek. Na, nem mulogat, vagy. Mulogat. Lehet azért sikerül nyerni. Ja, hogy rámész a gyengére, mi? Na. Rámész a gyengére. Jól van. Oké, na figyelj, akkor elkezdjük. Jó? Oké, jó, rendben. Jani? Trituval fehér. Na, várj. Jó, hogy... Na, figyelek. Két témára gondoltam, amit fel tudnék dobni. Na, dobjál fel akkor két. Az egyik az, hogy én most erőteljes fogyókúrába vagyok. Na, te voltál már ilyen helyzetben? Kényszerültél már arra, hogy egy pár kilót ledobj? Hogy fogyókúrázzak? Arra gondolsz? Így van, arra. Hál' Isten, ez valahogy kimaradt. Kimaradt az életemből. Mindig tudtam a súlyomra figyelni. Hány kilót kell leadnod? Hát még egy olyan 5 kilót szeretnék. De még kövér voltál, vagy miért? Inkább azt mondanám, hogy túlsúlyos. És kinek a hatására kell fogynod? Saját magam. Saját elhatározásból teszem ezt. Azt hittem a párod mondta, hogy esetleg fogyjál le. Vagy jó lenne, ha lefogynál kicsit? Neki úgy is jó voltam. Van párod egyébként? Persze. Szereted? Hát nyilván, hát azért a párom. Én is 3 gyerekem is van, úgyhogy szép nagy családban élek. Jó nagy család. Figyelj, meg vagyunk. Meg vagyunk. Nagyon szép volt. Vége van, letelt az 1 perc. Megcsináltad. Komolyan. Na, ezt akartam hozni a hallgatóknak, a döntetlent a tegnapi vereség után. Sikerült. Bizony. Remek. Nagyon ügyi vagy. Tényleg nagyon jó vagy. Meg jól játszottál, egy csomó csapdát állítottam, de nem sétáltál bele, úgyhogy ilyen ellenféltől mindig. Igyekeztem összeszedni magamat. Ügyes voltál. Örülök neki, nagyon köszönöm. Jó voltál. Balázs, nem találtad a fogást. Már nem úgy, érted. Hát igen. Nem baj, örülök, hogy sikerült. Jól van. Végén még bedurantott a Jolly Joker. Szereted? Így van. Hát, ha mondom, ráfutsz egy ilyen gyenge dologra, de... Na. Lehet a kakaciókjában, vagy a dobozban. Ki bicel? Parancsolsz? Mi történik? Valaki valami kulcsot keres rajta? Igen, a főnököm. De már megyek, kerestek egy kulcsot, igen. Menjél. Jól van, puszi, küldjük az ajándékcsomagot. Oké, köszönöm szépen. Ciao, hello, sziasztok, Csilla. Sziasztok, szép puszi. Napot nektek. Sziasztok, hello. Hello. Egy-egy. Egy-egy. Jézusom, miért gondoltam azt, hogy csütörtök van? Tehát, hogy ilyen... De mennél már valahova? Valahogy úgy éreztem, hogy erre 7 másik felébe vagyunk, de most realizáltam, hogy csak kedv van, csak kedv. Most vasárnap óta dolgozom, és kicsit ilyen felborult. Az értékítélete már, ami a napokat illeti. 67-es út mellett a trafipaxoló rendőröknek küldeném a Republic erre vonatkozó számát. Tom Zone küldte nekünk, köszönjük szépen. A szomszéd a vert a falat, mert ordítat adtam a rádiót, Feri írt a Nyíregyházáról, még a Chris Cross-ra egyébként. Csókolom a kakilódat ezért a zenéért, Bali. Hát, jól hangzik, de nem én voltam, gyerekek, DJ Oti, elvileg péntekre ígérte magát, nem? Egy fellépés erejéig. Így van. Jó, hát, hogyha valaki hálálkodni akar, szerintem ne utasítsd is. De, szívesen, hát, csak hát végig is. Hát a ülés 102. Ha megengedett fotóznám. Feltesszük a Facebookra, igen, tényleg. 67-es út zenél már, tudjátok? Ezt nem tudom. Nem, volt egy hír, hogy igen. Úgy csinálják meg az aszfalton a borítást, hogy a klasszikus 67-es út című Republic dalt zenéli el a gumiha. Igen, erről beszéltünk is, igen, hogy zenél. Megcsinálták azt vajon? Szerintem biztos, hogy megcsinált, de rata lett volna. Én már mindenki oda visszajárkálna rajta gyorsan, lassan. 67-es úton. Igen, de hogy valahogy nagy csönd van. Pedig arról mi is beszéltünk. Na jól van, oké, köszi a vidám reggeleket, azt a 4 órát, amikor elfelejtettem a gondokat, Csaba Debrecenből írt nekünk, mi lesz, ha nem lesztek. Hát leszünk majd biztos valahol. Csaba, nem kell ezen stresszelni, hiszen még van 2 hetünk. Messze még a vége, messze még a 17 adásnap. A maival együtt. Na jó, de mennyi minden van még benne, egy jó disznóvágás, egy jó elköszönő műsor, egy jó, nem tudom mi. Egy retronap. Egy retronap most pénteken, így van. Pénteken így van, DJ Oti vendégszereplésével. Meg aztán, ami még jön majd spontán. Igen. Na jó, van, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk 6 perc, 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim.
Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Ciao! Zsűl majd néha így kapját a másik oldalra, hogyha látod, hogy... Kicsit le vagyok lassulva, kimerült, gyerekek. Kimerült az elem. Kicsit le vagyok lassulva. Majd Barcelonában föltöltődünk. Hétvégén visszük a nyerteseinket. Még nem tudom, hogy mely jegyünk nincsen, de nekik reméljük, hogy van. Reméljük, hogy legalább nekik szóltak, hogy... Hogy van-e az utazás, vagy nincs. Hogy van-e, megyünk-e, vagy nem, mert hogy mi semmit nem tudunk ilyen. Az Ólyomban is lehet titeket fogni. 104,7-es felekén király, köszi. Aztán ez kell a magyar népnek, nem a TikTok közipeti. Oké, ébren vagyok, felébredtem a tankcsapdára, írja egy hallgató. Balina két napja nincs posztja az oldalon, ezért már csak 230 000. Hagyjatok már, ne kínozzatok, léci ezekkel a posztokkal. Miért tényleg nem tudsz odaállni? Mert elfelejtem, mindig elfelejtem. Egy perc megcsinál, olyan selfie, puff, izé, vagy lefotózod, ahogy fetrengenek ittasan a rizék. Jó, ma csinálunk. Jó, akkor ma kiköszörüljük a csorbát, mert Jani majd jön be hozzám. Szólj már rám, hogy csináljunk. Én mindig elfelejtem ezt a Facebookot. Valami olyat, amit nagyon gyorsan le fog venni a Facebook. De mindegy, de legalább csak legyen. Jó, akkor szóljál rám, ha jössz be az RTL-be, hogy ma ugye gyertek át, ott forgatunk, akkor gyere, szólj rám, hogy csináljuk meg bent a díszletbe, vagy valahol posztoljunk egyet adás közben, behozom a telefonomat, és akkor csinálunk. Jó, akkor föllökjük a face-re, hogy ez legyen letudva. Már mínusz 180-ban lennék a napi posztok miatt, hát egyébként körülbelül, tehát nagyjából ott tartok. Azt sem tudom, mennyinél vagyok, semmit, de teljesen elvesztettem most a fonalat, nem nézem. Két most ilyen... megvan a cirkuszos projekt, ugye ránk néz meg a hallgatók irányából nézve a dolgot, ilyen pozitív véget ért. Te irányadon nézve. Nekem cirkuszba kell mennem, igen. Azóta én sem figyeltem, mert hogy akkor bőven 200 fölé kerültünk. Hát majd meglátjuk, hogy ebből lesz-e 250. De most annyira nem foglalkoztam én se vele, de ma megoldjuk, megcsináljuk ezt a jó kis posztot. Majd csinálunk valami videót. Majd rányítunk valakire. De tényleg ez a két utolsó posztot, hogy gyűlölöm a cirkuszt, és alvás van, gyerekek, most már tessék lefeküdni. Igen. Hát de legalább egy fotó a takaró alól. Tartalmas poszt. Nagyon jó posztok. Teljesen más irányba viszem a Facebookot, mint amire mindenki használja. Fotó nélkül csak pici apró szöveges üzenetek. Igen, új értelmezés. Teljes új értelmezés a Facebooknak. Igen. Nem írja, hogy hányan vannak a lájkolók. Olyan, igen. Hol? Most valami kis zavar. Most mi van ezzel a Zuckerberg gyerekkel? Megőrült, hogy levette? Én azt látom, hogy 2-5K. Nem látom, hogy mennyi pontosan, csak az, hogy 2-5. Az 205 ezer. Nem, az 250 ezer. Nem, az 250 lenne. 205, az 205. Ja. 205. Aha, az 205 000. Az 205. Jó, hát azt a 45-öt már összeeszkábáljuk így novemberig. Meg lesz az szerintem. Hát a cirkuszos aktivitásra egy olyan 15-20 ezer megint csatlak. Kitaláltak még valami beteg dolgot, akkor meg is tud lenni egyébként. De ma boldog nézőkkel posztolhatsz egyet, akik megvették a jegyüket erre a kiváló alkalomra, vagy mit tudom Bolccal, én. Bolccal, polondmesterrel. Az más, elefánt, de most az más, az az ötös cirkusz, most a gyertek átat mondja. Artistenővel. Ja, ott is vannak ugyanezek a megvan ott is. Majd rányítunk valakire hamar. Nem zárja magára az ajtót. Nyomva, ma garázdálkodunk, majd az öltözőbe végigmegyünk. Öltözésként, ha van valami kis cínos, kis, tudod, valami csinoska, betolod a kamerát. Csak... Dombi tangába. Nagyon jó. Na, Dombival csinálunk ma valami kis. Csinálunk ma valami kis. Jó, alkalmas erre, egy másodperc. Mikor indul? November közepén indul. Ne arra, úgyhogy megszorítottalak ezzel a kérdéssel. Sose tudom, hogy most melyik pénteken indul. November 10 vagy 17. Lehet, hogy megszűnésünk napján egyébként, nem tudom. Vagy pedig a november 10. Aha. Tehát a kettő közül valamelyik 11, pénteken. 11-18. De jó ötlet volt egyébként. 11-18, így van. Nem tudom, hogy vagy 11-én, vagy 18-én. Na, mi megnézzük. Sanszos, hogy 18 egyébként. Na, az 15 tényleg. Persze. Akkor indul? Így van az utolsó adásnapunkon. Hát tehát, az menő. Pont be tudjuk promotálni. Reggeli, felsíratjuk magunk kicsit, és ma este gyertek át, péntek este van. Még azt akartam mondani, hogy jól sült el egyébként nagyon ez a kuponos dolog, mert mindig telt ház van. Gyerekek, hát egy profi producer ezt így csinálja. Hát érted, nem kell ott tömögetni a statisztákat, hogy most Majka Gergely hát már 4 napja itt van, üljön már át oda, hogy ne ugyanott legyen a kamerában. Most két választásom van, vagy én fizetek statisztáknak,
unott arcú, kicsit unott statisztáknak, akik végigjártak az összes tévéműsort, és kifizetek napi 5000 forintot fejenként, hogy jöjjenek tapsolni. És később majd a másik változatot is kipróbáljuk. Vagy pedig azt mondom, hogy akkor tessék bejönni, ez egy színházi produkció, 2 óra cakkum pak, és akkor tessék megvenni, jegyet, és hát 6-700 jegy ment el azonnal a 6 előadásra, ha gyerekek, hát megvagyunk. Mutass még egy ilyen tévésort, így elmenne egy 700 jegy. Hát ők fizetős vendégek, kapnak peskült, isznak, kíváncsiak, örülnek, érkezési sorra nem van a beültetés, persze, hát most érted. Azért, ahhoz képest nem is egy nagy összeg, szóval ma már minden 1000 forint élet, egy moziban nem mész el. Szóval nem egy, jó, nem egy, meg hát élőben látod az egészet, meg ráadásul ugye nem csak egy előadásról van szó, vagy nem csak egy tévéműsorról van szó, úgy nettó, hanem az összes körítéssel együtt. A lelkis leállások, mi történik szünetben, hogy énekelnek, persze, de csomó minden van. Hát most adja minden érted, hát ne viccelj. Az összes felemelővel, pillanatos, az összes mélyponttal egy gyakorlatilag mindent látsz benne, vagy egy forgatásra. És egyébként csak mondani akartam, hogy ugye most kettőn voltam ott, és hát én is tapasztaltam, hogy szűz közönség volt, tehát hogy nem a jól bejárat. Nem, de mondtam, hogy nem, abszolút. Felvillanásra tapasztalom, hogy ilyesmi volt azért hörgés egy-két. Sokkal hálásabbak. A statiszták már láttak, hallottak mindent igazából. Igen, 600 műsort végért. Aki eljön és hajlandó megvenni egyet, az azt mondja, hogy kapni akarok valamit, jól akarom magam érezni, ott van időben, lelkes, örül neki, tök más a hangulata is egy műsorban. 300 Balázson, az már nem fog felhördülni semmire. Tulajdonképpen ez abszolút így van. Ott már embert kell ölni. Ha azon szocializálódtak, akkor ott már mindent láttak. Igen. Na, megmondom én neked egyébként, megmondom, most már megkérdezted, megtaláltam. November, ja nem, november 18. 18, akkor a záróránk. November 18. Valami bezárul, valami elindul. Igen, november 18-án indul. Azon gondolkozom, hogy itt van az influenza szezon. Oltattok? Vagy mi a helyzet? Hát, oltsunk, vagy ne oltsunk? Mi nem. Én meg kíváncsi vagyok. Én valószínűleg igen. Igen? Ja. Én valószínűleg igen. Figyelj, én évekig oltattam, eddig nem lett belőle bajom. Tavaly kihagytam az oltást valamiért, és akkor se lett bajom. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon meggyőzve nem vagyok a dologról, de annyian mondják ezt az ügyet, hogy mondjuk nem is igazából én vagyok a célcsoport, tehát gyerekeknek és időseknek hát szokták mondani. Én elmentem a házi orvoshoz, Bökjebe, doktor úr, nekem nem lett bajom, nem lett ilyen szövődmény, nem lett legyengülés belőle, de jobb megijedni, mint félni, vagy hogy van, jobb félni. Jobb valamit csinálni, mint valamit. Jobb valamit csinálni, mint valamit, valamikor nem csinálni. Nem lehet, hogy ezt véletlenül fejlesztették ki, ez azért van, hogy valaki... Csak úgy véletlenül. Igen, hoppácska, miért? Nézd már influenza szérum. Én hiszek benne. Ha most akárhány százalékkal is csökkenti az esélyét annak, hogy én influenzás legyek, és mondjuk otthon dögrováson kikészítve a családomat egy hétig, mert ugye mi férfiak nagyon jól bírjuk az ilyen dolgokat, egy hétig ott mindenkinek az agyára menjek, akkor szerintem már érdemes beoltatni. Meg hát hiszik a gyerekek, persze, hogy agyalsz rajta, csak mondjuk nálunk már ugye otthon akkor a gyerek, hogy meg olyan állapotban, hála jó Istennek, hogy így a bubópest is lábon hordja ki. Tehát, hogy nem megöli a bubópest. Én is agyaltunk rajta sokan. Én nem vagyok nagyon oltás ellenes, meg azt gondolom, hogy a kötelező oltásokat a gyerekeknek be kell adni, de valahogy ez az influenza elleni oltás, ez engem mindig azért kerül el, mert én csak azt gondolom, hogy egyszer essél át rajta, nem, ha nem vagy veszélyeztetett, mit tudom, én nem tudom, terhes, vagy idős, vagy nem tudom, szívbeteg, de hogy úgy jó egyszer a szervezetnek ezen úgy átesni, és akkor elindítja az immun, benne? Hát az immunreakciót, az immunválasz dolgozik egy kicsit az immunrendszered, és nem kívülről támogatod meg, hanem te ezt valahogy úgy legyőzöd. És az erő, és akkor, erősödsz az influenza alatt? Vagy? Nem is erősödsz, csak hogy nem baj ennek a szervezetnek, ha ezen egyszer átesik, nem? De körülöttem is olyan nagy viták mennek, hogy oltani, ne oltani, oltsunk, ne oltsunk. Télből kiütsz egy hetet ezzel, ezt még megértem, hogy influenzás vagy, és ha az pont a karácsony, vagy a szíve, vagy mit tudom én, vagy lenne dolgot, csinálnál valamit, te meg otthon fekszel, fáj a fejed, rosszul vagy, gyenge vagy, minden végtagod irgalmatlanul fáj. Én nem érzem ezt a részét benne, hogy akkor az immunrendszer megerősödik ettől, vagy megdolgoztatod. Egyébként az immunrendszert akkor is megdolgoztatod, ha beoltatod magad, mert ugye ott legyengített influenza vírust kapsz, tehát az immunrendszerednek arra reagálnia kell. Egy-egy. És akkor köszönjük szépen. Nem, most komolyan. Várjál, jó, te jössz a következő érvel, hogy miért ne. Mert a gyógyszeripar. Kettő. És a lobby. És a miártok.
tömni a sebüket, van nekik amúgy is elég. Ez pénzbe kerül, pénz, ez pénzes. Hogyha rászoruló vagy, akkor nem, de hogyha mondjuk én szeretném beadatni magamnak, akkor én nem. De gyerekek, hát akkor azért egyszerű a képlet, szóval nem kell egy világ összeesküvés elméleteket gyártani, de ez pénzbe kerül, akkor ezt nyilván valakinek érdekel adni. De el akarják adni, kerül. Akkor promotálják. Tessék? De a fölírt gyógyszer is pénzbe kerül, csak nem te fizeted. Csak van rá TB támogatás. Igen. Igen. Tehát a gyógyszeriparnak ez tök mindegy, hogy miből a TB fizeti, vagy te fizeted ki, ő megkapja érte a pénzét. Tehát ugye a nagy pénzügyi lobbit nem látom mögötte. Hát érdekes a dolog ugyanakkor, nyilván persze, hát ezek már ilyen összeesküvés elméletek, hogy kinek mennyi pénze van ebben, nem tudom. Szerintem essünk át rajta. Nem, én 10 éve nem voltam influenzás, oltás nélkül. Uh-huh. Úgyhogy én egyszer oltattam be magam, amikor a Viki terhes volt, de akkor csak az első gyerekkel. A második már szokja meg, már tudja, hova jön, úgyhogy már mindenem átesett mindenki. Én valahogy nem éreztem ezt a dolgot. Nem akartam, hogy elkapjam és megfertőzöm, és akkor elmentem ide a Dunapláza mellé beoltatni magam. De egyébként minek? Na, mi a fenének? Rosszul voltál, legyengültél az oltástól, mert nagyon sokan ezt mondják, hogy az oltás után követő pár nap az nagyon rossz, és ott szövődmény. Nem volt nekem semmi. Volt egy ilyen kis immunválasz reakcióm, de igazából semmi. Kicsit folytonózik. Vért hánytam, és igen. És a budin ültem 3 napig. De nem csak úgy eszembe jutott, mert hallom sokan ezt az olcsunk, ne olcsunk. Mondjuk nálad az van az influenza vírusokkal, hogy ugye te kint parkolsz, és a télente nagyon szépen fel szoktál öltözni, egy pólóba kijön, az influenza vírus basszus így lefagy rólad. Lepattan. Igen, nem csoda, hogy nem kapod el. Én oltatok, én annak a híve vagyok, hogy ha lehet, akkor próbáljuk meg megelőzni a dolgokat. De például az érdekes kérdés, hogy a gyerekeknek adsz-e oltást. Mert ugye én egy felnőtt férfi ember vagyok, elméletileg félig okos döntésekkel, uh-huh. Tehát ez az én döntésem. A gyerekeid viszont nem fognak dönteni az én kor, egy 8 meg egy 6 éves gyerek. Én nem adok a gyereknek. Én nem adok. Ez sem át rajta. Nem, ez sem át rajta nyugodtan. Tudja, egyőzi, aki szervezete dolgozik, én nem adok a gyereknek. Én nem tömöm mindenféle szarra. És te is otthon leszel. Nem lesz munkád, tehát nem kell bejárnod, és otthon fogod ápolni. Igen, és átestünk ezen, nem? Hát influenzás volt, 3 napig otthon voltál, tudtad meg, vagy ki magas lát. Magadhoz érte, itt-ákért, ezt mentél dolgozni. Nem? De a gyerek is végig csinálja ezt. Hát többet van idegen környezetben a gyerek gyakorlatilag, mint otthon. Tehát, hogyha oltatni kellene, akkor inkább őt kellene beoltatni, mint téged, nem? Mert hát sokkal nagyobb az esély, hogy idegenektől kapja el az influenzát, mint tőled, mert hogy sokkal kevesebb időt tölt veled. Már iskolások, ugye? Igen. Meg hát csak mondom, minek hogy az érdeklődés. Tartsd a lépést. Köszönöm, János. Vagy csak emlékeztetni. Úgy azoknak mondják, akik sokat járnak társaságban, amit te mondasz pont. Tehát az iskola az egy gócpont. Hát lehet. Érted. Ha ott egy ember bemegy influenzáson, akkor elméletileg ott van 500 ugye gyerek, hát hanem gyakorlatilag bármitől, bármikor elkaphatja. Meg azt sem tudom, én mondjuk nem értek nagyon hozzá, de hogy melyik törzs, tudod. Tehát, hogy téged beoltatnak egy, de azért az mutálódik közben, ide megy, oda megy, változik. Hát most mit tudom én, hogy én mit kapok, de ahhoz képest idén mi jön? Tudják előre? Mindig nem. Ugyanaz jön? Mutálódik. Mutálódnak, változnak, hát hogy van mindig ez? Az előzőből fejlesztik ki a legújabbat. Tehát, hogy ami védettséget te kapsz, ez az előzőre vonatkozik. De megnézik, hogy mi az, ami jön, és tehát arra fejlesztenek? Tehát a tavalyit már nem. De most tudják, most van ugye október vége, hamarosan jön az influenza szezon, akkor ők már elcsípnek most egy influenzát, hogy megnézzék, hogy milyen és olyat fejlesztenek. Nem az aktuálisból fejleszték. Hát valaki fölnyúl és így a levegőben. Igen. Melyik vagy? Meg, igen, meg vagy. Akkor most ezt fejlesztjük. Margarita, tűzencsök. Igen, és akkor domány ez. Igen. De volt nekünk egy dokit, akit mindig hívtunk, nem? Persze. Na, gyere már, csak mondjon róla 2 mondatot, ha elérjük. Ha nem, most erre nem készültünk, ezt most én dobtam be, tehát nem vagyunk ebből a szempontból szervezetek, mert csak bedobtam. Jó, de ő az ebolára is azt mondta, hogy nem kell, azt nem érdekes ott az oltás. Dr. Szlávik János. Szlávik, igen. Így van. Igen. Elérhető? Nagyon jó. Hát megnézem rögtön. Törgessük már meg, csak kíváncsiságból. Jó, megnézzük, hogy elérhető-e. Rögtön nézd már meg. Ha most nem valamilyen kiszakadt szkafenderbe próbál meg kijutni egy légmentes ajtón. Igen. Igen, az egy lábán az ebola vírussal, ami már a motabával. Oltáspárti, tudod, ő mondja, hogy oltassunk. Na, őt is bekebelezte egy gyógyszeripari lobby. De. Az Rika vírusról is azt mondta, hogy senki, aki oda megy, még csak azt se oltassa be magát. Igen, mondta neki a H1N1-t, akkor is azt hitte, hogy az olyan torpedó koordinátor. Nem, ő ezt fogja mondani, ő abszolút nem. Az influenzát azt támogatja a doktor úr, de majd mondja elő. Ne beszélt be neki. Rajtam nem keresnek pénzt. Én nem tudom,
orvosnak beveszik. Rajtam nem kerestek pénzt a videót, tudjátok? Veled, ja. Ő nem keres veled pénzt. Hát de keresed. Hát akkor mit tudom, azon keresi, hogy én beadom magamnak, nem, és akkor valaki ezt valahol megveszi, tehát ő ezért pénzt kap. Most mindegy nekem, hogy... A szlávik nem kap érte pénzt. Ja nem a szlávikra gondolok. A szlávik nem kap érte. Honnan tudod, az lehet, hogy ő is benne van, érted? A bizottságban, akinek terjeszteni kell az ígét. Persze. Ő nem füvet termeszt hátul a kis házban a fészerben, hanem különböző vírusokat tenyésztél. Petri csészében. Á, nem hiszem, hogy ő nem kap. Akármikor őt felhívtuk, ő valljuk be őszintén, mindig megnyugtatott minket. Egyszer nem mondta azt, hogy a gyerekek tényleg nagy a baj. Akárhányszor beszéltünk vele, mindig megnyugtatott. Tehát őt jó felhívni. Házi pálinka C-vitaminnal, azt mondják, hogy az. Most nem tudom, hogy ez a sorrend-e, tehát hogy előbb a kupica feles, igen, és aztán rádobod a C-t, vagy előbb C és utána a feles. Meg faszinan izzított rambók, és az is nagyon jó. De az nyílt sebre jó. Én azt nem értem egyébként, hogy ezek a kampányok, persze nyilván értem, de hogy közben miért nem azt erősítik inkább, vagy azt sugallják, hogy azt mondják, hogy hogyan tudod megerősíteni az immunrendszert, hogy hogyan védekezzél, hogy mit vegyél, hogy mit igyál. Tehát miért egyből a védőoltás mellett kampányolunk, és akkor azt ezt látjuk az egyetlen alternatív valóságnak, nem? Hogy akkor jön az influenza, ezen oltasd be magad. Hát azért egy csomó minden természetes dolog. Nyilván azért ebben ugye hát nincs egyfajta lobby, meg nincs érdekcsoport, meg nincs senki, de miért nem azt halljuk, hogy akkor mivel lehet természetes úton, módon megerősíteni az immunrendszert? Miért csak az van, hogy oltas? Azért, mert annyira azért, megerősödtek ezek a vírusok, hogy már nem tudod kamilla teás gőzzel legyőzni. Lószart? Nem igaz, nem lószart, hanem hát pontosan nem annyira, mert ez még nagy mennyiség, talán, de hogy így... Ja, hogy abban gyógyítani. Persze, lószart. Ez ugyanaz, emlékezi vissza a himlőre. Beszélgettünk róla egy fél évvel ezelőtt, és akkor ott mondta el az egyik himlőológus, nincs ilyen szakma, nehogy megírjátok, hogy az van, hogy most már sokkal-sokkal komolyabb dolgokat okoz a gyerekek szervezetében, hogy azért kell az ellen is oltatni, mert egyébként valóban nincs baj, egy kicsit megvakargatja magát, csak ma már nem kicsit vakargatja meg, hanem annyira erős maga a vírus, ami okozza, vagy nem tudom, hogy vírus okozza azt, a lényeg az, hogy veszélyes most már. Hát is, ugye ugyanez van az influenza. Átalakult a világon, hogy az életmódunkból kifolyólag az alapvetően mindenkinek gyengébb az immunrendszere. Részben pont ennek köszönhetően, hogy állandóan minden nyavajára valamit elkezdünk szedni. Ahelyett, hogy természetes úton, módon mondjuk adott esetben kihordanánk lábon, idézőjelben, meg hát puhányok, nyavajások lettünk. Tehát, hogy ebben van valami. De ott, tehát, hogyha mondjuk függetlenítük magunkat, meg a témát ettől az influenzától, meg a különböző fertőző betegségektől, és mondjuk elkezdünk ezen agyalni, hogy mondjuk mindenre valamilyen gyógyszert ajánlanak, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy próbáld meg megtalálni a forrását, próbáld meg mondjuk meggyógyítani ezt a betegséget, nem. Fáj valamit? Egyéb egy bogyót, aztán nem fog fájni. Érted? 24 órás hatás, stb. Hát pár éve ezelőtt Amerikában láttam azokat a reklámokat, amikor azt mondja, még nem fáj semmit, de fogsz szedjél. Most már Magyarországon is. Előzd meg a bajt, szedjél be valamit. Hát az milyen durva, nem? Igen. Még semmi bajod, de lesz. De ha most elkezded szedni, akkor viszont nem lesz. Így van. Hát ez, hát kérem szépen, eddig az volt a lényeg, hogy szedjük, ha van. Oké, elfogadtuk. Most már akkor, hogy szedjük, ha nincs semmi, de majd lesz. Napi kétszer egy olyan, hát engem ne ijeszgessenek. Valami a 2000. Szedd be, hogy ne legyen. Mekkora marketing fogás. Szedd be, hogy ne legyen. Most még nincs semmi. De lehet, kezd el szedni. Ugye nem szeretnék, hogy legyen valami. A megy a masszív ijeszgetés és riogatás. Ugye nem kellemetlen lenne, ha lenne valami bajod? Ugye milyen jó egészségesnek lenni? Nem lesz ez mindig így? Nem lesz ez mindig így, ne neves. Inkább szedd be ezt, és akkor lehet, hogy mindig így lesz. Na menjetek a fenébe. Nem? Hát hagyjuk már. Megelőzés, ezt így hívják. Preventív jellege, szedjek én már valamit be, és mérgezzem magam. A prostatádra, mindenre. Te már neked már gondolkozni kéne így 40 felé. De az, most arra gondol, az oké, nem ezt mondják, hogy egyél tök magolajat, vagy lemmagolajat, vagy mit tudom mert én, nem tudom mit. Mert nem már ilyeneket. Nem ilyeneket, hanem vedd be a gyógyszert, mert akkor majd nem lesz bajod. Hát,
Én azt imádom, amikor mutatják. Van ilyen, csupi van ilyen. Hát, lehet így élni, csupi. Hát csupi nincs idős ilyen. Vagy idősödő házaspárról készítenek egy nagyon kedves filmet, amikor nem tudnak játszani a gyerekkel, mert hogy már itt fáj, ott fáj, ott fáj, tönkre van, mert van a térdízület, tönkre van, már nem a dereka. De hogyha beszed ezt a bogyót, tudsz újra játszani a gyerekkel. Az mindegy, hogy egyébként még jobban, még súlyosabb lesz a probléma a térdeddel, meg a derekaddal, mert de hogy nem fizioterápiára mész el, meg nem gyógytornára, meg nem lefogysz, meg nem változtatsz az életmódon, hanem beveszed a tablettát. Nem érzed a fájdalmat, nincs semmi gond. De a probléma nem szűnik. Igen, mi? Igen. És hát egy nagybabának ez mi a legszebb dolog? Aha, igen, csak utána már mondjuk nem egyet szedsz belőle, hanem kettőt, hármat, négyet, ötöt. Aztán már nem tudsz nélkül élni. Hát igen, na mindegy. Jó, van, nem érjük el a szlávikot egyébként, most ez nem volt bekészítve, tehát nem baj. Ajjaj. Tessék? Itt nagy a baj. Hát itt a motaba. A szlávikot, igen. Szlávikot nem érjük el, gyerekek, akkor itt valami kiszabadult. Az utcán van a motaba. Így van. Akkor vigyázzunk. Már lehet, hogy nem karjai vannak, hanem csápjai. Őt mindig minden körülmények között el lehet. Mindig minden körülmények között el lehet. El lehet érni. Te voltad, Szákos? Én oltatok, sziasztok. Én a tudományban hiszek, én elmegyek a dokihoz, ő azt mondja, be kell oltani, már na, a dokidat is megvették. Hunyad Ákos vagyok, hírszerkesztő. Én úgy döntöttem, hogy beoltatom magam. Titeket is felvásároltak. Ákos mindig beoltatja. Várjál, akkor a gondos családapa legyen benne, mert ugye a gyerekeit védi. Tehát, hogy nem viszi igen, haza a véd. Igen, dobálnia kell a gyereket egy picit föl, így a napfelkeltében. Ákos gondos családapa. Gyerek, szóval jó idejú reklám. Érti. Tavaly ő is influenzás lett. Zsebkendő, esik az eső, fekete-fehér kép, esik az eső, hideg van, nagyon tüsszög, ül egy pokróccal. Világos lesz, kisüt a nap, Ákos újra a kertbe rohangál. Igaz, hogy az előbb ősz volt, most már nyár van. Igen. De mindegy. A lényeg, hogy Ákos újra jól van. November 19-én bármi hasonló reklámot vállalok, csak mondom. És utána a végén pedig igen. A reklámban elhangzottak, hogy kezelő fenntartással Ákos, akkor a Szefemnél dolgozik. Én azt hiszem, hogy egy bizonyos szintig nyilván nem. Tehát, hogy az embernek nem tudom, komoly tüdőgyulladása van, a gyerekeknek van egy középfőgyulladása, gennyes, nem tudom, arra be kell szedni az antibiotikumot, persze. De egyébként minden ilyenre a természetben ott van az összes olyan dolog, ami ezen átsegít. És akkor ahhoz kell fordulni, nem egyből a gyógyszeriparhoz szerintem. De hát ezt mindenki döntse el saját maga. Mi újság egyébként? De elmegyünk hírezni? Felkészültél? Hát izgulok, de... Miért ilyen sárga ez a papír? Újak ezek a hírek? Már vártam. Na, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk, jó? Ha jelentkeznétek játékra, akkor írjatok nekünk SMS-t, mit mond Dóra? Ez a kérdés, úgyhogy lehet jelentkezni. Ő se tudja néha. Ő se tudja néha, mi se tudjuk néha, de most már erre a két hétre jó nekünk. Most már nem cseréljük le, mi drága Dórinkat. Hát, ha bejön. Találgassatok nyugodtan, egyébként a feladványok nem nehezek, jó? Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 4 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy vidám kis zene után, nem? Hát, de az... kis vidám, minden volt. Nem, félig meddig hallottam. Basti, vagy mi Basti. Volt ez? Basti. Tegnap hallgattalak benneteket végig, egyrészt, hogy milyen terhelő dolgokat mondtok rám. Egészen kulturáltak voltunk. Egyébként igen, alig öregszünk. Az a zsíros szájú kolbásztól fröcsögő, alig ilyenek voltak. De hogy határozottan kellemes volt hallgatni tegnap a zenéinket autózás igen? közben. Képzeljétek el, olyan füllel ültem be, hogy mondom, biztos valamit tesz oda a Jani, lesz valami kis jó zene, hát ha az úton, nem tudom, hogy tettél-e, de határozottan kellemes volt. Rendes adásmenet ez zene volt? Igen, nem hallgattunk meg semmit, nem csináltunk semmit. Pont, amire jó vezetni, mondjuk mindig olyankor kiszálltam, amikor zen volt, de... De ilyenkor pont, nem kellett tenni valamit. Meglepődöm azért. Van, amikor kellemesen, van, amikor kevésbé kellemesen, de hogy igen, változatosan. Én most a szignáljainkat hallgatom kívülről. Nem csak azért késsek el egyébként megszólalásokból, mert amúgy is ez egy szokásom már az elmúlt 10 évben, hanem mert hogy hallgatom ki, olyan jó hallgatni, hogy a magyar rádiózás legnagyobb sztárjai. Most még hallgathatod. Most még hallgathatod, igen. Na, láttátok ezt a nagyon bájos videót, ami kering az interneten? Egy lány megcsinálta a párjának azt a fajta meglepetést, amire szerintem sokan vágynak. Nyuszitól nyuszinak. Ez a videó címe egyébként. És... tudom, te utálod az ilyeneket, de én egyébként nem. Szóval én ahogy öregszem, én egy jobban volt, szeretem. Hosszú volt a mondani való. Láttam egyébként a videót. Igen, egy kb. 9 perces videóról van szó, és hát óriási gyerekek imádják az internetezők, a facebookozók, rengetegen megosztották, rengetegen megnézték. Egy teljes éven keresztül minden egyes nap kamera elé állt, hogy rövid videó üzenetben vagy füzetlapra írva elmesélje szerelmük történetét.
De aztán sajnos csalódnom kellett, mert az egész nem szól másról. Mint hogy a végén azt látom, hogy mennyasszonyi ruhában állt ott az utolsó videón. És ezzel tulajdonképpen, hát... Igába hajtotta a csávó a fejét. Azt kérte a vőlegényétől, hogy vegye. Tulajdonképpen az utolsó kép az nagyon helyes, amikor mennyasszonyi ruhában áll, és az a vége igazából az ő szerelmük történetének, hogy ott áll ruhában. Szerintem ezt úgy időzítette, hogy az legyen az utolsó kép. Persze, nem arról van szó, hogy erőltetetten, akkor most vegyél el. Ez már a lagzi volt aznap. Ugye reggel felvette a mennyasszonyi ruhát, leforgatták az utolsó kis 5 másodpercet, azt rátették, és aztán megnézték az unalmas 9 percet a lagzim. Nyilván ezt az egész videót ott nézték már meg a nagy eseményen, több mint valószínű. Én azért előre pörgettem volna. Igen. Tehát, hogyha előbb kapom meg, megnéztem volna a végét, hogy mire akar kiukadni. Az én ajándékom neked, így szól a videó egyébként, és akkor dátumozva van egyébként. Igen. Minden nap, ahogy ő éppen fogat most, meg áll egy óra előtt, vannak valahol külföldön, belföldön, és minden nap fölírő valamit a videóra. Igen, egy kis táblát tart a kezében, amin igen. Van néhány fontos, meg kevésbé fontos. És minden ott vagy, neked örömet szerezzek, hogy gondolnád, hogy már 10 éve együtt vagyunk, vagy ismerjük egymást, erről szól maga a videó egyébként. Alázenélve, és akkor különböző élmények, hogy hol ismerkedtek meg, hogy mi történt, tehát magát a kapcsolatot szedte össze minden nap egy kockára bontva. És így építi föl tulajdonképpen a videót. Szerintem zseniális ötlet, nagyon helyes. Azon gondolkoztam, hogy megírta előre a szöveget, és azt 365 részre fölbontottam. Egy kis táblát tart mindig, igen. Ezeket ő megírta, hát egy persze. Egy jegyzettömböt, egy ilyen papír jegyzettömbre írogat ő, hogy fölbontott 365-re, aha. Vagy pedig közben írta a sztorit. Szerintem közben írta. Hogy de jó, hát azért ott a végén még 10 nap van, akkor már csak 10 szó lehet. És akkor? És közben gondoltam, hogy majd veled együtt elmenjük oda, ahova mind a kettő vágytunk. Annak ide. Túl kiégetek és cinikusak vagytok ez. Én imádtam. Nem, helyes, imádtam. Tök helyes egyébként. Aranyos. Nagyon nagy meló, és ne, azon gondolkodtam, hogy ők együtt élnek. Biztos együtt vannak. De már, hát hogy a videó után... készítése alatt együtt éltek el, mert van olyan, amikor a lány lefekszik aludni, tehát az az utolsó kép, hogy ez. De együtt éltek akkor már, persze, csak leírja a kapcsolatukat. De ki vette föl? Hát valaki megkért egy telefonnal, hát ezt de már azért fölveszed. Együtt élek veled, este közösen fekszünk le aludni. Hát és csak van, az együttélésben azért csak vannak olyan pillanatok, amikor nem vagyunk együtt. Ez egy meglepetés, nem mondom el, hogy miről van szó. Felvennéd ezt velem együtt ezzel a tárgyal. Kinek üzenet, hogy... Igen, de ne nézd meg, hogy mit írtam rá. És ugye például tök helyes, mert arról szól, hogy mit tudom én, általános iskolában a ballagáson ő már virágot akart vinni a pasiának. Aki akkor még nem is volt a pasija. Akkor még nem volt a pasija, de nem mert virágot vinni, és akkor nem merte oda vinni. Hát ez egy kis pozitív lélekemelő történetek. Szép. Ne hazudjál, látom, hogy hazudjál. Ne, semmi nem hat. Mondd meg, nyugodtan nem tetszik, most nem kell puncsolnia, mondd meg, hogy neked ettől a gyomrod fölfordul, én ismerlek, hát tudom. Nem kell ez a szép, aranyos, ne hazudj, mondd meg. Csaj, aki ennyire. Azt éreztem, hogy így a végig nem néztem végig. Akkor mit kamuzol, hogy szép meg aranyos? Hát mondd meg, hogy te neked ettől a beled kifordul. Nem, mert ez sem igaz. Hát komolyan, legyél őszinte, hát két hetünk van, most már lehetsz őszinte, nyugodtan elmondhatod. 30 másodperc után már rohadtul untam. Na, végre, köszönöm. Hát ezért provokállak én téged. Nem nagyon van mondani való. Tehát, hogy tudtam, hogy miért hát gyönyörű, szép, fantasztikus, szeretlek, imádlak, együtt képzelem el a jövőnket, stb. Csak ott néha azt éreztem, hogy így a táblákon elolvasgatott szöveg alapján, hogy ott az egy kicsit így elfogyott így a muníció. Tehát, hogy nem nagyon van mit mondani a hát másiknak. Elmondja, hogy mit szeret benne, mi a fontos számára. Tudom, milyen nehéz minden éven keresztül valamit elmondani? Vagy minden nap elmondani egy éven keresztül? Hát persze, hogy mert azt persze, így most, hogy mit tudom, 365 különböző de várj, megnézem a végét. 365 különböző ruhadarabot magára aggatott volna, és akkor ez így szépen lekerült volna róla a 365 snit alatt, és a végén pedig azt lett volna mondani, hogy na, és ez a bugyi marad örök. Az a baj. Igen, nem, ez jól benézted, kicsim, ez a bugyi marad. Az a baj, én csinálnék egy ilyen videót, valószínűleg egy-két napot elfelejtenék, és akkor viszont összezavarodnék, hogy melyik szó hiányzik, és ebből egy ilyen brutál nagy katyvasz lenne. Tehát ezt, ugye, mert itt pótolhatod egyébként, mert fölírsz egy papírra egy cetlit, egy szót, egy dátumot, és visszadátumozod. De ő valószínűleg minden nap megcsinálta, én csinálnám. Hát ahogy a Facebook annak semmi értelme nem lenne. Haladnak, így heti egy lenne. Heti egy. Szia, heti egy szóval. Viki. Csak azt szeretném mondani, hogy... Hogy meg fél év szünet. Ez az. Igen, hogy... Hogy mi? Spoilerezzük el a videó végét. Spoilerezzük el a végét. Akkor már mondjuk el, mi a végem. Azt mondja, hogy most már a 2016 9.12-t írunk. Már 9.27-et írunk.
tizedikon negyedikét írunk, ötödikét, és már ecskői szalomban van, ruhát válogat. De és? Szép. Hát pont ez a szép benne, hogy odáig ér el a videó, amikor már ott állnak a gondolói. Innen nincs visszaút. Innen nincs visszaút. Megfogtak, Nyuszi. Tudod mit? Inkább ez van a felirat. Összefoglalom. Azt mondja egy szóval. A szó pedig imádlak. És ott áll már, de jó! Mennyasszonyi ruhában. Ha, Isten hozott. Igen. Szép új világ. Látom, hogy nagyon jó mémet egyébként, hogy a fiúknál ugye a lánykérés az arról szól, hogy ugye letérdez és gyűrűt veszel. A lányoknál a fiúkérés az, hogy megmutatod a terhességét ezt. De mennyire így van, nem? Kicsim akarsz a férjemmel, nem? Akkor vessél erre egy pillanat. Ez a racionális, te realistább volna. De ez jó egyébként, hogy 10-15-ei dátummal ott áll már a lány esküvői ruhában, azzal a felirattal, hogy imádnak. Ez a vége. Aztán jön egy esküvői baki gyocika videó. Ez ja, már igen, igen. Az már egy picit, az már egy picit más. Picit jobban tetszett volna nekem a videó, hogyha mondjuk az a vége, hogy ott áll a lány esküvői ruhába, jobb kezét kinyújtja oldalra, behúz valakit a képbe, ő pedig Lajos, és hozzá megy. Figyelj, fogadjunk meg valamit, jó? Két hetünk van, legalábbis ebben a formában egész biztos. Fogadjuk meg, hogy egymásnak nem hazudunk, jó? Hát én most nem hazudom. De nagy nehezen, nagy műsorvezetői munkával kellett kiszednem belőle. Aranyos, szép. Töltsük úgy ki a két hetet, hogy őszinték hogy vagyunk egymáshoz, tényleg. Jó? Legalább ezt az utolsó két hetet. Tehát ha egy ilyen videótól neked a belet fordul ki... De nem igaz, hogy a belet fordul ki, akkor mondd ki, hogy szerinted egy szentimentális szar. Untam. De nem két szereted hetünk az van. Ilyeneket, mondjuk két az hetünk igaz. Van, gyerekek. Aztán aktív eutanázia, vagy passzív, vagy nem tudom mi. A beteg a halálos ágyán elvárja, hogy a rokonok őszinték legyenek. Jó? Két hét alatt legyünk őszinték a hallgatókhoz, jó, és legalább egymáshoz, és ne mondjuk azt, hogy látom az arcodat, hogy jaj, aranya, ez meg szép, mert nem az. Hát nem szereted. Akkor mondd ki, hogy szerinted fos. Ne dolgoztasd fölöslegesen. Ne én melózak azon, hogy kimondassa veled, hogy te gyűlölöd ezt a videót. Szerepet osztottad rá. Az őszinteség szerepét osztom rád, és az őszinteség szerepét osztom mindenkire. Hogy ebben a két hétben tényleg legyünk brutálisan őszinték. Amiről, amit gondolunk, mondjuk egymásnak, egymásról, a témáról, ha valaki behoz valamit, mondjuk el. Most nincs vesztenivaló, tényleg. Nem kell itt ez a körbe cimatolgatás, hát körbe nyalogatás, körbe udvariaskodás. Hát mondjuk el, nem? Egyébként én helyesnek találtam, én szóval, hogy... Én szeretem az összes ilyet. Én mindig ilyenkor kicsit irigy vagyok, hogy basszus, miért nem én csinálom meg. Aztán rájövök, hogy nem ilyen fából faragtak engem. De hogy ez tök jó lehet. Ez múlik, hogy csinálsz egy mert ilyet. Mert rohadtul lefűzném két hét után. Tehát na, ezt szeretem benned. Végre elindult az őszinteség két hete. 365 napon keresztül, tehát egyszerűen megunod. Aztán az lesz, hogy egy napot véletlenül kihagysz, akkor már még van egy pici... Összezavarodok. Van egy pici lelkismeretfordulásod, akkor a következő nap csinálsz kettőt. Hogy érted valahogy elsikált a dolgot, de aztán meg két napot hagysz ki. Aztán meg már hármat, aztán meg hagyjuk a büdös francba az egészet, inkább letörlöm. De gunalom, pedig nő vagyok. Köszi. Írja egy hallgató, de gunalom, pedig nő vagyok. Jó, a hallgatókat is megkérünk, drága hallgatóink, az őszinteség két hete kezdődik. Jó? Mindenről és mindenkiről és minden témáról, amit gondoltok, őszintén kendőzetlenül küldjetek el nekünk. Mondjuk őket eddig se kellett nagyon félteni. Igen, ők osztottak. Azt gondolom, hogy ez csak olaj a tűzre, de hogy eddig is nagyon őszinték. Eddig is nagyon őszinték voltak. Én igazat adok Balázsnak. Nincs az embereknek lassan immunrendszere. Kicsit. Jogos. Egy fél órán csúsztál, de jó. Én nagyon szeretem ezt az SMS-t, az influenzához kapcsolódó védőoltáshoz jött. Igen. Jó, akkor még jöjjön egy olyan, ma lesz kassa, Tibi. Na minden, ne ez vehetek, tökéletes volt szerintem. De jó, amikor itt tudod, hogy megvan a másik, és csinálsz egy ilyen videót, és ezt így kifejezed. Nem, az emberek, az már valahogy érdekel, nincs ide. Én csodálkoztam, hogy a Feri nem csinál ilyet. Bármi, ami meglepetés, az mindig jó egy kapcsolatban. Hosszú évek után is valamit viszel bele, hát ébredjetek. Na, erről már beszélek, föl. Érted? Három na, közül vagyok bőszinte, nekem is kifordul igen, a vele. A Feri az, aki jó, jó, de legalább őszinte volt. Jó, de legyünk őszinték, ezzel nekem nincs bajom. Legyünk brutálisan őszinték. Gusztustalan, álságos. De szinte fogom szeretni ezt a kérdetet. De jó, akkor ha álságos, akkor is jó a másikkal törődni. Valamit adni neki. Igen, például tegnap elem forgattak, bocsánat, de oda rám rontott egy ilyen kamerás, valami műsor az RTL-en. Fingom nincs mi a címe. De rád rontanak egy kamerával, elkísérnek A-ból B-be, és akkor válaszolsz. Aha. És akkor amíg oda nem érsz, addig válaszolsz. Egy kutya másikért. De nem tudom, mi volt Story... Ez a címe. Nem tudom, Story TV, Story Extra, nem tudom. És az volt az utolsó kérdés, hogy mikor vallottál szerelmet a feleségednek utoljára?
Mondd, hogy kapcsolt ki, kapcsolt ki. Teszed le azt a kamerát, teszed le azt a kamerát. Nem mondtam, hogy nem kérdeztetek bennünk. Nem, és egy tökéletes kicsit elszigyeltem magam, azon gondolkoztam, hogy basszus, hát igen. Milyen jó lenne a azért. Már elfejtettem, de röjtök muzsajomból. 2009. június 27. De az volt az esküvői dátum. Emlékszel rá. Emlékszem, 2009. június 27. De hogy mennyivel többször kellene ezt mondani, nem? Csak úgy hazamenni, és úgy spontán vinni egy virágot. Már mindenben kaptál tőle, amit akartál, és mindenhol. Hát de most minden... nem azért, hogy átmehessek a barna szalomba, nem erre gondolom. Ezt Kozmóban olvastam. Hogyan tudod szalon? Rávenni a pasidat az anális szexre? Bocsánat, de hát most már az őszinteség kérhetem. A pasidat, miért olvaskodsz ilyen? Kozmóban ez volt. Igen. Mi hogy hogyan tudsz... Kozmót. Hogyan? Ja, nem, bocsánat, a csajoknak. Jó, olvastam Kozmót, és abban az volt, hogy a pasidat, hogy tudod rávenni. A Kozmó a csajoknak szól, abban nem lehet egy olyan, hogy hogyan tudod rávenni a csajodat, hogy átmehess a barna szalomba. Nem. A csajoknak írták, hogy a pasiukat hogyan tudod rávenni, és akkor adtak különböző ötleteket. És akkor az egyik mondat ez volt, hogy kicsim, nincs kedved átfáradni a barna szalomba. De mindegy, jó hagyjuk. Jaj. Szóval? Már akkor után. Már rég rossz egyébként, tehát ez a rutintalanságot mutatja a barna szalon, és nem rózsaszín. Ja, de mindegy, még na, de visszatérve erre, hogy milyen jó lenne, ha többször mondanánk. De miért igen. Nem mondod? Na, mert az ember rohan, meg nem, még természetesnek mi? Veszi, hogy ott van a másik, meg miért az ugye? Ja, sokkal fontosabb. De most erre, nem erre gondolok, csak hogy nem kerül semmibe. Nincs időd azt mondani egy nap, hogy szia, szeretlek. Reggel, amikor fölkelsz, ja, persze, vagy hazamész, vagy megírni neki itt, hát vagy oda, igen, egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen cetlin, érted? Miért no! Oda ragasztod a homlokára. Nézd meg! Egy ilyen posztittal. Alszik, felragasztod, kimegy a fürdőszobába, kinyitja, és oda van írva. De most, ha már alszik, és... ne szer, romantikus férfi állat. De nem lenne egyszerűbb csak úgy néha mondani? Hogy rájön. De mondd akkor. Írd rá tükörrel rúzsodat. Ezt akartam. De nem mondják, vagy sokan nem mondják. Igen, kicsim, hol a rúzsom? Mindjárt ráírom a tükörön. Jól esik néha egy kis apróság. Úgy tegnap szembesültem ezzel, mikor ezt így tőlem megkérdezték, hogy mennyire természetesnek veszi az ember azt, hogy ott van a másik, meg hogy úgy hazamész, meg ő is hazajön, de hogy úgy nem kellene, hogy természetes legyen. Nem? Igen. Hogy úgy néha egy kicsi apróság. Miért tudom én? De az a baj, hogy annyira természetesen hazajön. Úgy jössz el, egy pici apróság, egy Patek Philippe-óra, egy Schaffhauser, egy IWC, bármi, valami igen. Apróság. Hát kinek mi az apró, de legyen. Valami, mit tudom én. Egy aranyról lesz, nem tudom. Készítsd ki a kávéját holnap reggel. Te eljössz, korábban jössz el, mint Viki otthonról. Jön ő is. El van. A nap. Ja, várjál, nem úgy értem, hanem, hogy itt dolgozik. Várjál, nem, holnap Lacival. Nem, holnap Lacival. Akkor mit csináljak? Ahogy reggel eljössz, csak igen? Tedd ki a kedvenc kávés csészét, mivel isz a mézzel. Jó, készítsem ki. Készíts ki, csak oda. Megnézzük, hogy észreveszi-e? Még csak oda se írt, hogy egy papírlapra, hogy szeretlek. Nem kell, csak tedd ki a szeánszhoz szükséges eszközöket, a kis mézecskét, vagy nem tudom, mivel isz a... De tudom, föl kell hívnom, hogy melyik szekrényben vannak a csészék. De abszolút. Tehát, ha megmondja, lesúgja, akkor én megtalálom. Akkor föl kell hívnom a házvezetőnőt, hogy hol tartjuk a csészéket. Tudod, mi lesz az első? Bejön Viki, és azt mondja, igen, szia, hagytál magad után. Igen, az a baj, hogy ő, az a baj a Vikivel, hogy imádom, de ő meg ezt elfelejtette, megint kihagyta a csészét. Kicsim, azt neked raktam ki, meglepetés. Franci, nem pakoltam el. És a kalapot se tudta elrakni, és kint hagyta a kávéját. Ilyen napjuk van. Igen, ő picit redmániás. Neked volt, oda téve. Jó. Na jó, akkor holnapra készítsek be valami ajándékot, azt mondod? Igen. Valami kis picit? Szerintem nem kell nagy dolog, a Patek Philippe-n kívül. Jó, oké. Akkor valami kis picit megcsinálok holnap reggel, kirakok, mit tudom én, szőlőből egy ágyat. Ágyat. Szőlőágyat. Kirakok egy szőlőágyat. Úristen, ez beleszólok néhány rózsaszirmot, és néhány csepp levendula olajjal turbósítok. De ne vállalj őt, amit tu már tudjuk, hogy nem fogsz megcsinálni. Jó, akkor kirakok egy csészét, meg egy kadalat. Meg az Omniát. Kicsi mondta, viszorralok. Jó, holnapra egy meglepetés. Jó, csináljon mindenki holnapra egy meglepetést a párjának, igen. És írjátok meg, hogy mi volt a hatása. Jó? Jó. Ma megcsinálni, holnap 7 óra, 8 óra körül észreveszi, és holnap jöhetnek az SMS-ek, hogy volt-e hatása, észrevette, nem vette észre, szólt, nem szólt, elrakta, örült neki, vagy annyira rohan ez az élet, és annyira rohan a világ, hogy észre se vette, elpakolt és ment tovább. Jó? Ja. Ma mindenki gondolkozzon, holnap reggel a megvalósítás fázisába lépünk, majd beszámoltok nekünk, hogy sikerült a kicsi meglepetés a párotoknak. Pasik nőknek, nők pasiknak, mindenki mindenkinek, jó? Megint hazudsz, rohadék, mondtam, hogy két hét van. Mondtam, hogy két hetünk van, ne hazudj. De valami kreatívat, valami szépet, romantikusat, érzelmeset, ami megérinti a lelkét, mondjuk, mit tudom én, a konyhapultra szórok majd rétes lisztből egy kukit.
Na, tessék. Tehát, hogy valami. De ha ez a meglepetés, nem? Legyen ez a meglepetés. Mindegy, a lényeg, hogy ma megkitaláljuk. Holnap reggel megcsináljuk. Jó. És várjál, holnap reggel még nem biztos. Csinálj már meg én a feleségemet, értem, mit megcsinálj. Jó, tehát holnap megcsináljuk, és holnap vagy holnap után pedig beszámoltok róla, hogy hogy sikerült. Jó. Lehet holnap is már adásban, ha együtt ébredtek és észreveszi. Ha elmentek korán, akkor elmondjátok, csütörtökön nyi volt. Jó? Jó? Kitalál, holnap reggel megvalósít, megír. Oké? Okay? Jó, de semmi extra. Tehát, hogy... Nektek nem kell ezt, most én a hallgatóknak mondom. Semmi kepriszt. Szabó Zsófiek megvettek mindent. Igen, sajnos elfogyott a boltból a gyémány, hiszen Zsófinak esküvője volt. Nem, én most nem erre gondolok, hogy valami drága, de hogy is, pont nem. Szerintem nem feltétlen, mindig ez egy hülye sztereotíp. A csajoknak nem ez kell, meg a pasiknak se. Csak az a tudat kell, hogy ő ma gondolt rám. Ennyi. Nem? Ma eszébe jutottam. Hát a nők ezt akarják érezni. Nem azt, hogy drága dolog legyen. Csak hogy ma én az ő kis eszébe jutottam, és gondolt rám. Jó? Jó. Oké? Okay? Jó. Szívecskét vágsz ki otthon kisollóval. Kiraksz két bittól meg biolöncs konzervet, és ja, kivételesen mellé rakod a konzervbitót. Nagyjából ezt tudom elképzelni. Jó étvágyat, drága. Tényleg valami filémességet. Kinyitom neki a gyíkus konzervet, meg meghámozom neki a lila hagymát, amit reggelire szokott. Tök jó esemesek jönnek. Nem á, ezt muszáj. Tibi kérdezte. Gyerekek, lehet csatlakozni a tudományos kísérlethez. Mit szól, észreveszi, örül, nem örül. Jó, nekünk is kell valamit csinálni, csak holnap elmondjuk, hogy mit csináltunk reggel. Jó? Reggel? Jó. Okay. Jó. Na játszunk mindjárt egy picit, jó? Csak megcsúsztunk, hogyha gyorsan átrakjuk a játékunkat, mit mond órát, akkor a 8 után lejátszunk, hogy ne csúszol nagyon a hírek. Jó? Jövünk vissza, és egy nagyon helyes sztorival folytatjuk. Úgy látszik, ma ilyen pozitív napunk van. Ma cukiskodunk? Ma nagyon cukiskodunk, igen, mert hogy Rubin Trékát hívjuk mindjárt, nagyon helyes tettet hajtott ő végre, gyerekek, amit megosztott a Facebookon, egy pozitív jó cselekedet. És elolvastam, és mondtam, hogy szeretném ezt elmondani. Na, ez most, ahogy viselkedsz, ez most már elolvasott tényleg végre kötelező olvasmány. Na, legyetek őszinték, tessék. Nem olvasott el kötelező olvasmány. Nem, tök helyes dolgot csinált. Tolom ezt most. Ez a szerelem, ez most akkor a Réka, akit szeretünk, és tényleg jó dolgokat csinál, de most mi van veled már itt a fellegek? Meg volt otthon tegnap, gyerekek, bocs. Ez a! Nem, rohadtul. Jó, nem. Ennyi, rohadtul. Jövünk gyorsan a hírek után. Just obscene. Hey, no, I'm not the first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Vedd le a fejhallgatót a mikrofonról, és nem szerencsés. De várj, kinyomlak addig, és akkor így tudsz még étkezni, meg vagy? Nyeld le. Addig gyorsan elmondom, hogy... Őszinteséget vártál. Most akkor legyen már őszinte ez a... Legyél. Hát én most őszintén elmondtam, hogy eszel. Na, magadat sem szoktak kinyomni, amikor zabálsz. Nem azért nyomtalak ki, hogy engem zavar, hanem láttam, hogy te teszed félre a mikrofont, gondoltam, téged zavar. Milyen család vagyunk? Nem zavar ez senki. Engem csak a Gerjedé zavar, egyébként lefosom, hogy ezt el. Tényleg rohadtul nem érdekel, szóval teljesen mindegy, csak nagyon-nagyon gerjedt. Na, gyorsan nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon, mit írnak hallgatóink. Trafi van a 71-es úton Káptalanfürednél, úgyhogy mindenki vigyázzon. Igali tábla után a Raksi felé, nem tudom, kanyarban, autó az árokban, mentőtűzoltó a helyszínen, ezt Kenyeres küldte nekünk. Hortobágyon a Madár kórháznál a szokott helyen van egy trafink, valamint tengelysúlymérés a 44-es úton, Kardos és Kondoros között, Szentendrei út befelé Aquingum hév megállónál kocs, alakul a dugó, melegfront van, Jucus közt, hogy elküldted, valamint Csákvár és Gant, vagy a Ganti körforgalom között baleset, busz és egy Suzuki garambolozott, írja nekünk egy hallgató. Aztán trafi Újfehértón és Füzesgyarmaton a Kossuth utcában szintén három lábúval mérik a sebességet.
Hát soha nem értettem ezt a holtavágyi madárkórházas trafit. Hát, ha gyorsan viszed be a sebesült gólyát, akkor is be kell tartani a, akkor is be kell tartani a szabályokat. Dáru, hát anyját, a vállósoljon megint bulét. Gyere vissza! Mindegy, mennyire gyorsan akarsz megmenteni egy madarat, úgy érél oda a kórházba, hogy biztos ott a kórházban nagyon gyorsan mennek, hogy a kórház előtt, és ezért oda terül ki mindig a rendőrség. Érdemes egy picit odafigyelni rájuk. Fantasztikus munkát végeznek, de mondom, ettől függetlenül ezt a trafit, soha nem értem, hogy ott akkora forgalom. Igen. Na, sokan rákészültek a meglepetéssel, sokan írják, hogy ez nem fog működni, mert azt fogják mondani, hogy tudom, én is őket hallgatom. De legalább adjunk neki egy esélyt, és készítsétek el, aztán majd megírjátok, hogy mi volt a reakció. Egy pici apró, sokszor csináltuk már egy pici apró, kicsi kis aranyosság holnap reggel, jó, étkezőpult, asztal, bármi, és aztán megírjátok, hogy mi volt. Biztos jó. Én is hallgatom meg egy nyugi, én is a Balázsikat hallgatom. Na mi van? Rád szóltak, hogy vegyél valamit, vettél valamit? Lesznek ilyen reakciók is, de nem biztos, hogy mindenki bennünket hallgat. Persze. Lehet, hogy valaki őszintén fog örülni. Legyetek úgyhogy... kedvesek, legyetek figyelmesek, mélyítsétek el a problémát. a pessimista, a Úristen, szegény Móni. Kis aranyosság. Jézus Mária. A mi kapcsolatunk az őszinteségre épül, úgyhogy nem. Remélem, most már a milyen kicsi, az utolsó két nem lepődik meg. Hát jó, hát megszoktam már ezt 10 év alatt. Na, ugye egy nagyon helyes esküvői videóról beszéltünk, amit egyébként Jani utál, de ez nem baj, mert sokan szeretik, sokan nem szeretik. Én azt mondom, hogy helyes, aranyos, és az emberek kicsit mindig irigykedik, hogy de jó, hogy ők még fiatalok, szerelmesek, ártatlanok, és ennyi idejük van, nem? Amikor megnézed ezt a videót, ugye egy Melinda nevezetű lány minden nap egy kis meglepetést írt föl egy papírra, ezt fölvette, és ebből vágott egy videót, aminek a vége az, hogy tulajdonképpen ott áll már mennyasszonyként ruhában. A beteg energiát igen. Legalább az díjazd. Na, képzeljétek, hogy Melinda bennünket hallgat. Mi van? Akkor most már jön először Melinda a játékos, én mondtam rosszul, bocsánat. Szóval, hogy Melinda bennünket hallgat, és írt SMS-t, hogy ő készítette a videót, és szívesen megosztaná. Szerintem csak egy mondat erejéig, ha már minket hallgat, hát tegyük adásba, nem? Ez úgyis egy ilyen pink nap. Majd ilyen pink napunk van, vagy a pozitív neked életérzést pink. Próbáljuk így átadni a hallgatóknak. Kiskodunk egy igen. Én szeretem a pinket. Rózsaszín, mindig a barna csempe rózsaszín fugával. Na, tudod, igen. Hogy nagyon szeretem. Szeretem a rózsaszín. Itt van Melinda, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Szia, Melinda. Melinda, te bennünket hallgatsz? Igen. Tényleg? Régi hallgatónk vagy, vagy mostanában érkeztél meg hozzánk? Régi. De jó. Akkor nem szólt valaki, hogy rólad beszélek. Van olyan bukó, rólad beszél. Igen, mert ugye ez igen, a másik lehetőség, hogy rólad beszélnek. Hallod a Janit? De mit dolgozol egyébként, Melinda, mit csinálsz? Én minőségellenőr vagyok egy informatikai cégnél. Ó, hát a félvezetők világa. Isten, ez jól hangzik. Jó. Na, és akkor tulajdonképpen csak egy mondat a videóról, mert én szerettem, tehát bennem még maradt valami jó és egy pici romantikus, bár kapom az SMS falon nagyon, hogy ez nem az igazi Balázs, és hogy jöjjek már vissza. De megnéztem, és azt mondtam, tök jó, hogy ennyire szeretitek egymást. Nyilván ez egy idő után persze majd úgyis elmúlik. De hogy... Reméljük, hogy nem. Nyilván nem, persze. Minden nap fölírtad egy kis cetlire? Vagy volt, amikor egy-egy napot elfelejtettél, és akkor utólag pótoltad? Vagy tényleg minden nap te ezt leforgattad? Minden nap leforgattam, de nem minden nap írtam, mert rájöttem, hogy sokkal könnyebb úgy lopni egy-egy másodpercet vagy percet Jani mellett, hogyha már alapból meg van írva a szöveg, és mondjuk amíg ő kimegy mosdóba, addig csak előkapom a táskámból a füzetet, egy 2 másodperces videó, és visszafekszek az ágyra, mintha mi sem történt volna. Hát mellettem nem egyszerű. Janinak hívják a pasidat? Janinak hívják, igen. Tényleg? És ő is egy ilyen feléig romlott, abszolút nem romantikus, mindenféle érzelmet maximálisan elutasító, igazi romló férfi? Janitoknak teljes ellentétje. Tényleg? Nem áll. Figyelj, csak azt akartam... És magad! Na, ugye ez pont olyan kreatív visszavágás volt, mint a videó. Na mi van, betaláltok? Na mi van? De rohadék! Figyelj, mit szólt, amikor ő meglátta ezt a videót? Mit mondott? Vagy mi volt? Elsírta magát? Elérzékenyült? A vetítettem le a teljes NASZ nép előtt, és nem volt nála papírzsöpi, úgyhogy nézegette az asztalokat, hogy hol van egy használatlan szalvét, amivel törölgetteti a szemét. De nagyon hangos, amikor csendet... Igen. Ez a rész kimaradt. Jó, hogy csak mi gonoszkodunk. A vendégek közül hányan aludtak el? Ne. Én is azt hittem, most ha hiszitek, hanem úgy idézősen konferáltam fel a videót, hogy a NASZ néptől egy kis türelmet kérnék, mert hogy 10 perc, és tudom, hogy hosszú, de hát ugye ennyi időbe fér bele. És azt hittem én is, hogy majd ott hallok egy-két horkolást, vagy valakit fel kell locsolni, úgy elaludt.
De mindenki tátott szemmel figyelte, és mivel ők ismernek minket, és tudják, hogy egy-egy poén miről szól. Elnézők voltak. Igen, fogalmazhatunk. Úgy én mondjuk azt akartam mondani, hogy nekik tetszett. De nyilván, nem mondta, senki nem mondta azt, hogy ne már kiül a töltött káposztát. A töltött káposztát még akkor főzték. Akkor én direkt úgy időzítettem, hogy senki ne akarjára gondoljon. Figyelj, Melendesi, mióta vagytok együtt? 6 éve. A 6. évfordulónkon volt az esküvő, 2 hetet szombaton. De hogy már iskolába is együtt jártatok, ugye? Tehát a videó is erről szól, hogy te már a ballagáson oda akartál hozzá menni, adni neki virágot. Ez általános, vagy középsuli? Ez a gimnázium. Gimnázium, tehát te már gimiben egy kicsit őt kiszúrtad, és már úgy... Igen, nagyon helyes volt már akkor is. Akkor utána elballagtatok, és utána jöttetek össze? Ez így van, igen. De hogy találkoztatok újra? Én még hát a közösségi oldalon írtam rá. Szia, hogy vagy? Ő visszajött, hogy köszi, jó, remélem te is. Igen, te ki vagy, és miért zaklatsz? Igen, nem vagy, mert én már elballagtam, hagyjál már békén. Már az iskolában is utáltam, hogy állandóan engem nézel. Ne, csak gonoszkodunk, nem ilyen kiégett, cínikus 40-esek vagyunk, Melinda. Én bírom ezt a történetet. Én ismerlek titeket, úgyhogy nem fogok ezen megsértődni. Én szeretem, ha valakit még az élet nem tört meg, és jó látni ezt a fajta ártatlanságot, amit majd az élet úgyis elvesz. De ez jó, és ez én bírom ezt a sztorit, komolyan, tök helyes. És akkor ráírtál, igen, utána? Utána beszélgettünk hajnalokig, egy hétig, aztán találkoztunk elsőre, és már úgy gondoltuk, hogy akkor ebből lehet valami. De jó. És akkor tulajdonképpen 6 éve együtt. De jó. Ő mivel foglalkozik? Mit csinál? Ő egy ipari elektronikai szervisz koordinátora. Wow. Jelentsen ez bármi. Igen, hát tulajdonképpen erről nem tudok többet kérdezni, mert itt megállt a tudományom. Amikor jöjjenek a széles tévével? Ezt nem értettem. És milyen volt az esküvő? Jó volt? Nagy szerelem azóta, nászút? Voltunk nászúton, sajnos csak 4 napig tartott, úgyhogy nem volt túl sok időnk rá, de nagyon jól sikerült az esküvő, 82-en voltunk, mindenki jól érezte magát. Jó. Hát a nászút úgyse a városnézésről szól, nem? Persze. Tulajdonképpen ott egy jó szállodai szoba, és egy jó matrac, aztán hadd szóljon, nem? Hát ott a szoboszló szép városban. Igen. Te voltál nászúton, Jani? Hogy lettem volna? Ezért kérdezem. Hol voltatok, Ajkán, vagy Gyöngyösön, vagy hova mentetek? Voltam az Ajkán többször is. Megnézzétek a hőerőművet. Gyere kicsi, most elmegyünk, megnézzük az ajkai hőerőművet. Ez a Mátraiban voltunk. Ja, Mátrai hőerőművet. Kisnávára mentünk, és akkor megnéztük. De még akkor a gyermekáldás az még várat magára, nem? Szóval azt még nem tervezitek, a fiatalok vagytok. Még egy kicsit várunk vele. Még egy kicsit. Akkor nem kellett bedobnod a Jolly Joker-t. A terhességét ezt. Jól van, Melinda. Hányan nézték már meg a videódat egyébként? Facebookon. Nem tudom, pontosan nem? 300 000 fölött szerintem. Az igen. Na, szerintem az emberek szeretik az ilyen pozitív történeteket. Jó. Én annak örülök a legjobban, hogy annak tetszik, akinek szól. Én szerintem is ez a fontos nyilván. Tehát, hogy nektek egymásnak kell boldognak lenni, meg hát egymásért vagytok. Ez a legfontosabb. Hogy ki mit mond, azzal nem kell törődni. Fáradt, kiégez, cínikus 50-esek kerülök én is itt, Melinda, hidd el, hogy ez nekem se könnyű, mert én mindig próbálok lebegni, de visszahúznak, mert csak ránézek itt jobb oldalra a kis turkált ruhásba, hogy itt ül. Érted? De figyelj, de akkor miért került fel a YouTube-ra, hogy mi a fontos? Azért, mert nem tudom, hogy ti láttátok el a videót, de sok barátunk és rokonunk is benne van. És nyilván ők szívesen nézik vissza. Én nem osztottam meg. Jaj, de olyan cinikus, rosszindulatú, gonosz emberek vagytok ti, hát miért baj, ha föltette a YouTube-ra? Ki kérdezem? Hát most én nem kapok érte pénzt, még jelen. Most még 300 000 megtekintésnél, 300 000 megtekintésnél, vagy nem. Igen. Jól van, és minden rendben egyébként a kapcsolattal? Természetesen. Tervezel újabb meglepit? Ne. Biztos vagyok benne. Aha. Lesz. Jó. Ahogy gömbölyödik a pocak 365 napon keresztül, nem? De nem elefánt, hogy 365 napig legyen terhes, bocsánat. Tehát, hogy én nem tudom, hogy számolod te, de hogy igazából nálunk 9 hónap, te mit számolsz? Azt hiszem, talán az elefántoknál egy másfél év, de Melinda nem elefánt. A videó címe az lesz, hogy elhízásom történet. Már tudom én, hogy az én Janim tök ellentetje a Janinak. Akkor ezek szerint műveltségben is. Szép volt. Hát a 90 egy évre mondja. Jól van, Melinda? Én szerettem ezt a videót. Előjött az olvasottságom? Nagyon aranyosak vagytok. Puszilunk, szerintem tökéletes volt, és köszönjük szépen, hogy betelefonáltál. Janit csókoltatjuk, jó? És legyetek nagyon sokáig boldogok. Jó? Köszi szépen, szép napot nektek. Puszi. Hello. Szia. Ciao, hello.
Vidd el a Mónikát mézes hetekre. Egyszer az ajkai hőerőműbe legalább. Móni pont olyan cinikus, mint én. Na de itt lesz egy cinikus alkotunk. Kiváló páros vagyok egyébként, igen. Jó, egy kicsit néha erről is kell. Én kirakom ezt a Facebook oldalamra, legalább megvan a napi poszt. Te ne más tollával ékeskedjél a forgatáson. Le van tudva a mai poszt, nincs. Kirakom ezt, megosztom. De nem. Oké, de nagyon nyálas. De mint a hónak meg taplónak láttak már egy csomószor. Miért nem lehetek egyszer legalább ilyen kedves, hogy megosztok egy ilyen videót, és adok némi érzelmi töltetet az én követőimnek. De érted, hát jó, tudom, nem, hogy nem én vagyok. Ez nem te vagy. Jó, akkor majd gyere, forgassunk egy videót a Dombival. Jó, én ezt ma kirakom. Kitehetted, de nyálas fölvezetőt kell időzni. Jó, írok hozzá, írok hozzá. Nagyon csöpögős, nagyon rózsaszín. Jó, oké, cserébe ezt megteszem akkor. Jó, se partizik a Ku Klux Klánnal. Jó, kirakom. Így értek el ott legbelül mélyen, azért nekem is vannak érzéseim. Igen. Na, játszunk. Játszunk egyet, a kérdés mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Lészhe béle faszil. Hozzájállat, héle faszil. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Ez egy jó esemes, akinek szava kérdezi. Ez egy fontos kérdésem lenne Melindához. Csenget a YouTube? Bali, tedd ki. Bali, tedd ki a Facebookra ide egy hallgat. Ezt megbeszéltük. Hát. Melinda szerepelt a 4-4 elleni műsorodban. Hát arra viszont én már nem is emlékszem. Ne mondd bár. Mit kell csinálni? Szerepe, most írta, később jött, megkérdeztem volna. Az egy ilyen kvízes jellegű dolog volt. És azt ígérték neki a researchok, hogy egyszer bekerül a Morning Show-ba, ha eljönnek? Nem tudom. Nem tudom, de szerepel bennem. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Hát ez már egy ilyen őrült reggel. Jaj, de őrült. Jaj, de őrült ez a reggel. Hát hogy megcsúszott a játék. Melinda! Mondj valami cukiságot. Nem, Melinda. Orsi, hello Orsi. Igen. Orsi, most valami nagyon cukit kell neked is mondani, ez legyen cukireggel. Cukireggel, hát nem tudom. Szerintem egyébként ezt a Melindás videót nem rakhatod ki, mert amikor ezt a Facebook posztolásos dolgot emlegettétek, akkor azt mondtátok, hogy másnak a posztját azt nem rakhatod ki, csak valami saját tartalmat. Halló, szakad a vonal, halló, meg fog szakadni. Picit lehakult, halló. Már nyaller is vagy. Jó, nem, lesz most saját poszt, mert Janival majd gyertek át, ott forgatunk, és akkor majd ott a Dombi öltözőjébe valamit gondoszkodunk. De én gondoltam, hogy ma a jó Balázs, ma pozitív Balázs jött elő, nagyon és akkor helyes, megosztom ezt a videót, de lesz saját poszt is. Lesz, és az olyan videó lesz. Ó, ne álságosság. Ezt is kell, azt is kell. Mind a kettőben jó vagyok. Igen. Orsi, te mivel foglalkozol? Én időbiológus vagyok. Vagy? Időbiológus? Aha, igen. Ez mit jelent? Hát az időbiológus az olyan biológus, aki a élőlényeknek az időérzékelését tanulmányozza. Hogy egy katica észreveszi-e, hogy elröpent 2 óra? Te tényleg ezzel foglalkozol? Igen. Hogy a poloskák visszaállítják-e az órát most október végén? Majd mit nézel? Nem, én konkrétan, hogyha specifikálni akarom a dolgot, akkor én növényeknek az időérzékelésével foglalkozom. Jaj, na, jó van. Ne, jó, most azért, mert bedobsz egy idegen szót, azért még nem zavarsz össze bennünket. Ez mit jelent? Nem. Hát ez az időérzékelés, ez fontos a növények számára, mert fel kell készülniük arra, hogy mikor érkezik a napfény, és hogyan, és azzal, hogy ezt így előre tudják prediktálni, hogy mikor kell fel a nap, azáltal már előre fölkészülhetnek a fény energiának a begyűjtésére. És ilyen módon jobban tudnak növekedni. De ez működik magától, ezt hívják úgy, hogy a természet. Minek ezt vizsgálni? Mi lesz belőle? Vizsgálati eredményekből megdicséred a fikuszt, hogy jó van, kicsim, látom, hogy tartalékos télire. Hát az alapkutatás az azért fontos, mert tudni az mindig érdemes. Aztán pedig, hogyha valami érdekes dologra bukkanunk, amit esetleg mi magunk is mondjuk fejleszteni tudunk, vagy átültethetünk különböző technikákba, akkor egyszerűen jobbát tudjuk tenni a világot. Erről szól a kutatás. És ez van egy ilyen szak a kertészeti egyetemen, vagy valahol? Hogy... Ez nem kertészeti egyetem, nem. Ez biológia. Vagy valakinek a valakije vagy, és neked is létrehoztak egy szakot, hogy elmondhass magadról, hogy mint Ráhel, hogy egyetemi oktató vagy, vagy... Te kritizálod a munkakörömet, János. Nem, csak annyira újszerű nekünk ez a dolog, hogy tényleg.
Na, akkor még egyszer mi a kérdés? Ne törődj velük, Orsi. Egyáltalán nem érdekel, hogy mivel foglalkozol. Két ennyire fáradt, kiégett, ötvenes örülök. Tudod, kik ők? A Muppetból a két öreg egyébként. A Muppetból a két öreg, az a, nem tudom, Rudolf, vagy ki volt ő? Rudolf, meg nem tudom, ki volt. Én túl fiatal vagyok, nem láttam a Muppetöt. Nem tudod, mi az a Muppet Show? Nem, nem tudom. Akkor nem érdem, hanem állapot. Nem tudod, nem tudod, mi az a Nanu Nanu? A Nanu Nanu, azt még tudom, hogy mi az a Nanu Nanu. Azt még emlékszel? Nagyjából egy időben. Egy időben volt. Hogy hívták a két öreget a Muppetból? Tudod, az a két... Fönt ültek a karzaton mindig. Igen. De nem volt nevük. Volt, persze. Na mindegy. Jól van, figyelj, de mit szeretnél, Orsi? Mi az, amit nem választhatok? Hát velem már nem ébredhet sajnos. Igen, az a baj, hogy feleségem van. Ezen kívül bármit. Figyelj, van híres emberünk, szólásmondásunk, tárgyunk és állatunk, madarunk. Jó, akkor legyen a madár az ember. Ugye? Testhezálló. Legyen a madár, jó, mutatom neked. Ez nem lesz könnyű. Ez nem lesz könnyű. De hát most már mindegy. Aknolasz, Iedre. Erdei, pillanat, Szalonka? Stalonka, erdei Stalonka. Tehát arra gondolsz, hogy erdei Schwarzika és erdei Stalonka? Két erdei, egy Stalon, egy Schwarzi megy az erdőbe. Erdei Stalonka? Azt mondta? Nem, Szalonka. Szalonka, jó, az viszont jó. Jó vagy. Erdei Szalonka. Kimegy a Feri egy kis bugykossal. Erdei Szalonka. Ügyes vagy. Köszönöm szépen. Megvan az ajándékcsomag. Jó, ti is örültek, nem? Hogyne, én igen, hogy én igen, a fáradt ötvenesek nem. Én a hangod alapján próbálok meg elképzelni. Igen. És milyennek képzelsz? Nem tudom. Pici vagy, apró vagy, filigrán testalkatú. Szerintem nem. Nem? Akkor szerintem nagy. Nem. Hát ha így kérdez vissza, hogy képzeled el? Egy irgalmatlan dömpe. De fogom szeretni ezt az utolsó két hetet. Az őszinteség két hete jön. Orsit, hogy képzelem el? Orsi egy viszonylag filigrán természetű, vagy termetű, magas, barnahajú csaj. Nagy na gyakori. Most te jössz, na, Orsi. Szívem, mi? Eddig helyes. Ennyi, gyerekek, ennyi hang alapján analizálok. Hang alapján analizálok, és megmondom... Milyen valójában egy borzos vitamingolyó vagyok. Senki nem fogja ezt mondani. De mi hát azért a barna és a magasság, hát még van egy csomó. Nagyon rendben van. Van egy csomó minden, ami lehet. Orsi, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Ma mit tanulmányozol? Ma mi lesz? Mi a mai menü? Ma robotolok. Növényeket nevelek, igyekszem elérni, hogy életben maradjanak a kedvemért. Tök jó melód van. Szerintem ez baromi jó. Hát egyébként nagyon jó, most itt vagyok egy nagyon tiszta üvegházban, süt rám a napfény. És a testeddel ugye... véded a tévépaprikákat, hogy nehogy lesz a kicsi. Nem. Öntözni kell, ezek sajnos hamar begombásodnak, mert most ugye nedves az időjárás, magas a páratartalom. Aztán nem lesz kísérlet, hogyha nem lesz növény, ami felnő nekem. Hát ez úgy, beszélsz hozzájuk? Meg lecsóse. Tessék? De hogy beszélsz hozzájuk, azt kérdezi a Feri. Beszélek-e hozzájuk? Nem, mert nem hallják. Nem hallják? Azt mondják, hogy hallják. Én mindig beszélek a tujáimhoz, képzeld el, mindig beszélek a tujáimhoz, kimegyek a kertbe, megsimogatom őket, és azt mondom nekik, hogy köszönöm, hogy ilyen nagyra lőttetek nekem. A szomszédok azt mondja, meg magára vesz, és már szerelmesben. Igen. Az érintést azt érzékelik, de szerintem a hangokat őket. Nem. A hangot nem. Az árnyék liliomaimat mindig megsimogatom, 4 darab árnyék liliomom van. Kimegyek a kertbe és megsimogatom őket. Van ilyen, vagy valamit félreértett, amikor a kertész beszélt? Van árnyék lilium? Fogalmam sincsen, nem tudom. Biológus vagyok, értek egy csomó mindenhez, de azért mindenhez mi sem értünk. Nem egy kertészetben dolgozik, érted? Biológus, hát nem kertészetben dolgozik, érted, hát majd a kertészetben dolgozok, megírják, hogy van árnyék lilium. Orsi, puszilunk, ciao. Jól van, sziasztok. Köszönjük, ciao, hello. Szia. Van. Árnyéktűrő. Van ilyen? Árnyéki évelő az árnyék lilium. Van. Mondjuk nem szép, de... Gyerekek, hát most mit csináljak? De kertészkedem, drága. Én nem szép. Biztos lehetsz benne a japán cseresznye mellé. De külön kell fűteni őket téve. Hát mi az Istent raknál, hanem árnyék liliumot? Nem drága egyébként. Nem? Nem. De szép? Nem, csak ez van a gazdagoknál. Nem, csak a gazdagoknál mindig ez van. Hülye, persze, hogy szép.
Igen. George Clooney kertjében ebből 6000 van, persze, hogy vettem 4 darabot. Másfél milliót darabját. Persze, hogy szép. Megjelent az Obinak egy arany kertészeti katalógusa. Ő hívtam őket, és mondtam, hogy 8-at a legdrágábbból, bármi az. De hogy is, tényleg szép egyébként. 9 volt pontosan 7 perc, hívjuk Rubin Trékát, a Ákos híre jutam. Ez itt a Morning Show. Morning Show. 3:49 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Na, folytatjuk tovább a pozitív kedvünket. Pozitív kedv neked. Nekem. Ma kedv van? Igen. Ja? Hívjuk. Hívjuk Rékát. Szia. Hívjuk Robint Rékát, mert hogy egy nagyon helyes dolog történt velem. És... Kell ez nekünk? Igen, én meghallgatnám szívesen ezt a történetet. Jó, elolvastam, mondd el, te azt menjünk tovább. Tehát mi van, egy kis időnk, mondjál a Réka, hogy mi történt velem. Mert hogy az egyik nap egy bevásárló központ előtt találkozott egy hajléktalan emberrel, aki mindig ugyanazon a napon helyen volt, és soha nem kért senkitől semmit, csak ott volt azon a bizonyos helyen, és Réka egyszer csak valamiért hát beszélgetésbe bonyolódott ezzel az emberrel, aki fix helyen volt, ugye, ahogy mondtam, egy bevásárlóközpont előtt, hajléktalanként, és nem koldult, meg nem pénzt szeretett volna, csak ott volt, minden nap. Ott üldögélt, és a Réka megállt ott vele. Ott üldögélt, és a Réka valamiért megállt, és beszélgetésbe kezdett vele, igen. De a többit mindjárt elmondja, ő itt van. Réka, hello Réka, jó reggelt, ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Ma ilyen cuki napunk van, úgy néz ki. Tehát igen, János is imádja. János is imádja. Itt ül szűkölve, várja a történetet, egy kis mancsa jökölbe szorulva, és nagyon-nagyon várja. Nagyon-nagyon. Utálok miatt a néhányan. Igen. Na, mi történt veled? Tehát volt egy hajléktalan egy bevásárlóközpont előtt? Igen, Szentendrén, ahol lakunk, az egyik bevásárlóközpont előtt éldegélt Józsi bácsi, és én nagyon sokáig nem láttam azt, hogy tehát őt magát láttam, mert lehetett látni, hiszen egész napot volt, de sokáig nem ott aludt a bevásárló központ mellett a fatövében. Aztán tegnap, amikor Tiszadadára hazajuttattam az édesanyjához, akkor volt időm beszélgetni, és mondta, hogy hát igen, azért nem láttuk őt ott, mert nagyon sokáig a harmadik kerületben, Óbudán lakott, vagy élt, tehát ott egy kapuajban, és aztán utána egy 3-4 évvel ezelőtt került Szentendrére, de akkor is máshol aludt. Tehát nagyon sokat volt itt a bevásárlóközpont előtt, nagyon-nagyon-nagyon megszerették őt az emberek, tehát tegnap reggel rendesen megsiratták a dolgozók, hogy Józsi bácsi elmegy, és kérték, hogy ha mégsem érzi jól magát, akkor jöjjön vissza, mert itt segíteni fognak neki az emberek. Azt hozzáteszem, hogy az én segítségnyújtásomat megelőzte nagyon sok más ember segítése, mert az élelemtől elkezdve a ruháig, a reggeli kávéját ott a helyi dohányboltnak a vezetője, illetve a dolgozói biztosították neki, onnan kapott cigarettát, tehát tényleg egy nagyon-nagyon szerethető. És aztán kiderült, hogy ő szeret... értelmes ember. Ha, és amikor elkezdtek beszélgetni, akkor kiderült, hogy ő szeretne valamit, vagy van egy vágyálma, nem? Ami nem tud teljesülni. Én kérdeztem tőle, hogy... Mert én mindig, amikor mentem a bevásárló, vagy ide a élelmiszerboltba vásárolni, akkor éppen amennyi apró volt a zsebembe, 20-50 forint, egy 100-as, mindig adtam neki, mindig. És ez így történt pénteken este is. Aztán a Norbi jól leszúrt mindig, hogy miért. Szóra vagyunk. Jéka, megint adtál egy 100-as. Most kellett kivonulnunk a tőzsdéről. Nem volt elég ez a tőzsdei dolog? Igen. És aztán ugye kiderült, hogy ő szeretne valamit. Amikor jöttünk kifelé a boltból, már este volt, megkérdeztem tőle, hogy árulja már el Józsi bácsi, hogy nem fázik, tehát mégiscsak nyár, tél, hideg van. Azt mondja, nem fázok, drága, nem fázok. Azt mondja, jó, fel vagyok öltözve. És akkor elkezdtem kérdezgetni, mondom, Józsi bácsi, sose beszéltünk még erről, de miért van itt? És csak annyit mondott ilyen nagyon diszkréten, hogy hát összevesztem évekkel ezelőtt a párommal. Aztán
tegnap elmesélt, hogy 22 évig élt együtt a párjával, nem volt a felesége, csak élettársa, aki megcsalta őt, és tulajdonképpen emiatt 100 szatyorral eljött otthonról. És így került utcára? Ez Borsod megyében volt, és ide költözött Szentendrére a legidősebb testvéréhez, a bátyjához. És itt ő dolgozott Szentendrén, beszállt a rezsibe, nagyon dolgos ember volt, ezt Tiszadadán tegnap mind a polgármester, mind az ottani lakosok elmondták, hogy egy nagyon dolgos emberről beszélünk. És itt Szentendrén is dolgozott, és a saját testvére tette tulajdonképpen őt az utcára. Tehát így került utcára. Uh-huh. Igen. És akkor a történet lényege, hogy ő elmondta, hogy neki van valami, amit ő szeretne, ugye? Amiben tudtál segíteni. A történet lényege, igen. Annyi volt, megkérdeztem tőle, hogy hol fogja a telet tölteni, és mondta, hogy az utcán, de hogy itt a vásárlók közül valaki megígérte neki, hogy elviszi őt az édesanyjához, mert hogy 10 évvel ezelőtt a Tiszadadán élő édesanyját nem látta. 10 éven keresztül. Uh-huh. Így van, 10 éve látta utoljára. És azt mondta, hogy egész nap erre várt, erre az illetőre, aki megígérte neki, elővette egy kis papírt a zsebéből, föl volt rá írva egy név egy telefonszám, de nyilván telefonja nincs, tehát nem tudta fölhívni az illetőt, hogy miért nem jött. És ott egész nap csak várt, és nem jött a segítség. Na és hát akkor nekem úgy összefacsarodott a szívem, nyilván megszólalt bennem az anyai ösztön is, hogy milyen az, amikor az ember 10 évig nem látja a gyerekét. És én akkor azt mondtam neki, hogy Józsi bácsi, péntek este van, én holnap dolgozom, vasárnap is, hétfőn is, de megígérem magának, hogy hétfőn délután elviszem önt, úgyhogy arra kérem, hogy addig tartson ki. Ja, hogy elviszed az anyukájához. Igen. Tehát, hogy elviszed az anyukájához. Igen. Uh-huh. És megkérdeztem tőle, hogy él az édesanyja? Tehát, ha elviszem önt Tiszadadára, él az édesanyja? És azt mondta, hogy nem tudja. Tehát hát én értem szépen, hát a 10 éve nem beszélt vele, persze, akkor nem tudja. És ekkor jött az ötlet, hogy én a közösségi oldalamon megosztom ezt a találkozást, ezt a nekem nagyon szívszorító találkozást, mert szerettem volna kérni az emberek segítségét, hogy ha valaki olyan, aki ott él Tiszadadán vagy a környékén, és név szerint ismeri az anyukát, ez mondja meg, hogy van-e, vagy élem. Akkor segítsenek, hogy hol találom meg, hiszen hogyha elvittem volna Tiszadadára, és megállunk ott a környékén, elég nehéz. És akkor kiderült, hogy él az anyukája? És képzeljétek el, hogy egy 2 órán belül ömlöttek a kommentek, és tényleg azt kell mondjam, hogy annyira büszke vagyok erre a közösségre, aki összegyűlt az oldalamon, mert egy emberként mozdultak meg. Tehát egy emberként mozdult meg az egész oldal, és több mint 2 millió ember látta ezt a posztot, és írták sorra a címet, a telefonszámot. Tehát meg lett az anyuka akkor. Meg lett az édesanyja. Tegnap elvittük Józsi bácsit előtte, itt Szentendrén egy motelben tisztálkodott, vittünk neki tiszta ruhát, tiszta cipőt, elvittük egy fodrászhoz, és nagy boldogan Noibi adott 2 túlós pogácsát. Batyút csomagolt. És csomagolt egy kis batyút. Nagyon érdekes, mert az édesanyja 80 éves lesz, és ahogy eltalálta az 57 éves fiát, egy szívszorító látvány volt, és de helyes. És képzeljétek el, hogy megkérdeztem tőlük, hogy segíthetek-e még valamiben. És nem pénzt kértek, nem tehát annyira tiszta emberek, nem kértek semmit. Egyetlen egy dolgot mondott az édesanyja, hogy drága Réka, az Isten áldja meg, hogy visszahozta nekem a fiam. És mert a Józsi bácsinak egyetlen egy álma volt még, hogy az édesanyját élve láthat. Tehát, hogy hát, hogy találkozom meg az anyukájával, persze, életet. Értjük nyilván. És annyit kértek, hogy ha abban tudnék segíteni, hogy jön a tél, és hideg lesz, vagy egy kis tűzifát. Úgyhogy a polgármester úrral, aki szintén egy remek ember,
megbeszéltem, hogy felvettem a helyi tüzéppel, megkaptam a telefonszámot, és még egy kis tűzifát. Itt már Norbi nagyon sokszor csörgött. Igen. Réka, nem lesz ez sok? Nem lesz ez sok? Nem lesz ez sok? Mindjárt itt a kialacsony. Gondolj a gyerekeknek. Mindjárt csak még és akkor Józsi bácsi lemaradt, Tiszadadán ott marad? Józsi bácsi lemaradt Tiszadadán, és képzeljétek el, hogy útközben egy kollégámmal vittük őt Tiszadadára, és útközben attól félt leginkább, hogy egyrészt, hogy milyen sok hatás éri, amikor az édesanyját meglátja. Azt mondta, hogy de Réka, legyenek ott mellettem, hogy nehogy annyira sírjak, hogy rosszul legyek. Mondtuk neki, hogy Józsi bácsi, itt leszünk. Hát persze, itt, 10 év után nyilván itt, persze. Itt leszünk. És a másik, amitől félt, hogy mi lesz akkor, hogyha ő ott majd mégsem érzi jól magát. Tehát, hogy nagyon jó lesz újra hazamenni, nagyon jó lesz újra otthon lenni, de hogy ezt mondják, tudják, nekem már ez itt az életem. Nekem itt van a kis, nyilván korán elfogva is, meg én a saját édesanyámmal látom, hogy nagyon nehezen mozdul ki a kis megszokott milliójéből, és mondta, uh-huh. hogy furcsa lesz. És mi lesz akkor, hogyha vissza akarok menni? Mondtam neki, Józsi bácsi, ha vissza akar jönni, akkor szépen elmegy a polgármesteri hivatalba, szól a polgármester úrnak, ő felhív engem telefonon, és visszaszállítom. Ír egy hallgató közben, hogy szegény Lilunak meg nincs munkája. Elveszed a munkáját, de egy komplet műsor épül, hogy családokat egyesít. Hát így nem lesz munkája Lilunak, ha itt közben nagy családi találkozások vannak. Figyelj, várj, egy picit eltűnt. Várj, valaki folytogat. Hogy engem is vittél haza. Igen. Hogy azt szeretném kérni, Réka, hogy ezt hogy így elmesélted nálunk, cserébe én kérhetek tőled valamit. Fogyasszad le a Norvi. Nem kell, én nagyon szép vagyok így, nem erről van szó. Kari nagyon jó formában van, bár ti látjátok minden nap, én a múltkor gyöngyösen találkoztam vele, meg is dicsértem, tényleg le a kalappal. Mentünk igen, abszolút, tovább abszolút. Azt mondtam, de csak a szakállam, miért már kétszer akarták hazavinni Tiszadadára. Figyelj csak, hogy megtennél nekünk egy szívességet a Janival, mi ketten kérünk rá. Természetes. Hogy oszd már meg, légy szíves, a Sebestyén Balázs official Facebook oldalt az 1 millió, hogy azt a 40 ezer rohadt lájkot szedjük már össze a 250 ezerig, jó? Hogy csak ennyi egy aranyos, hogy gyerekek, én most, hogy megmentettük én a ti... Én tudom, hogy mondom, hogy most, amikor a Jani ott aludt a Balázsnál a sátorban. Igen. Én azon, eltűntél, kicsit rossz valunk, mondjad? Tehát amikor a Jani ott aludt a múltkor nálatok a kertben a sátorban, így van, igen. Én ott megosztottam, tehát az szerintem figyeljetek, nektek ebből kellene élni. November után ebből fogunk. Kis videókat, kis videót forgatunk, ha elérjük a 250-et, ha nem, akkor én leléptem, gyerekek. Csüssz! Szevasztok! Akkor én leléptem. Jó, úgyhogy még egy megosztást hagyd kérjek, drága. Köszönöm. Hogy csináljuk meg együtt a 250-et, hogy ha nem, akkor csüssz van. Szevasztok! Hát én mondtam, hogy lelépem. Puszi Réka, köszönjük! Ciao, hello. Ha szegény Lilunak meg nincs munkája, óriási duma. Ja, Istenem, de ez figyelj, ez helyes történet. Rendes. Ma ilyen pozitív kedvünk van, hát sajnos, ez sokan nem bírják. Még 9-től. Igen. Mi van, kikészültél? Ja nem, csak azt gondolkodom, hogy mire gondolatod a bácsi a Réka utolja, amikor megindultak Borsod felé, Tiszadadon, meg ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Úristen, hova megyünk? Ez kerülő. Jék, a sokba fog ízni. Mutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrásra, figyelje mindenki. Mi van? Azt a minden segít neki. Azt volt a mindegy neki. Igen, mondhatjuk még egyszer. Hát egy ilyen 20 a mai nap ezentúl legyen nemzetközi Réka nap. Réka délután 4-kor végzek a melóból, haza vinnél. Réka überezik, gyanús az a sok ingyen fuvar. A legkésőbb a musz Réka haza visz. Gyerekek!
Jött egy SMS Beatrix-tól. Ti ezt most nagyon untátok, kis köcsögök. Nem. Ugye, gyerekek, néha azt gondolom, hogy ilyen pozitív történetekről is be kell számolni, annak kell, hogy mi velejéig romlott, cinikus, kiégett 40-esek vagyunk, illetve 50-esek. Néha kell a népet etetni egy-két ilyen pozitív történettel, és ez csak azoknak nem tetszik, akik szintén ugyanolyan romlottak, kiégettek, cinikusak, mint mi vagyunk egyébként. Ez egy helyes történet volt. Hogy? De akkor és te nem lehetsz kiégett cinikus, mert neked tetszett. Szeret, figyelj, 10 év után valakit így hazajuttatni, ez egy helyes történet. Na jól van. Így van, valaki meg ezt úgy csinálja, hogy nem posztolja. Na, a zenével megyünk tovább? Nem, szerintem most hírek jönnek, de csak arra van. Után. Jönnek a hírek, aztán jövünk már is vissza. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan 14 perccel. Én megtartottam az ígéretemet, és már posztoltam, amit kértél. Sebestyén Balázs, egy nagyon helyes oldalt néztünk, Melinda volt, aki csinált egy várjál, gyerekek, ugye ma reggel beszéltünk erről a Melindás egyéves videóról, hogy az örök szerelem. Egy idézettel posztolt Sebestyén Balázs. Azt mondtad, írják szépet. Kösd kabátot a szerelmednek, védj napfényt a szövethez, vedd a holdat sejemnek, tedd a felhőket bélésnek. Aki további nyálat akar olvasni, az lájkolja Sebestyén Balázs. Azt mondtad, oldalán. Hogy így kell kitennem ezt a posztot. Jézusom. Oh, vart ki a gombjukát belőlem! Milyen? Javi, gyere már! Segítség! Gyerekek, a költészet... A napi poszt letudva a Facebook oldalamon. Azt mondtátok, tegyem. Azt mondtátok, hogy írjak valamit. Úr. Én ma ezt gondoltam. Úgyhogy kint van a posztom. Nézzétek meg, osszátok meg. Ja, aztán takarodjatok az oldalamról, mert nem akarok 250 ezeret november közepéig. Úgyhogy tessék szépen elmenekülni, elolvasni, diszlájkolni, unlájkolni, nem tudom, hogy kell. Én megtettem. Hát ezt figyelj, behánysz, de tényleg. Ezt posztolta. Ja, bocsánat, csak nem voltam itt a Népléketi aluljáróban, szóltam a srácoknak, nem sok erőjön értük Rékre, és arra visszajön. De még előtte dolga van, úgyhogy 3 napig nem jön. Így van, de utána jön. Igen, de utána bírja ki cédne valamit. Idézőjel, kösd kabátot a szerelmednek, védj napfényt a szövethez, vedd a holdat sejemnek, tedd a felhőket bélésnek. Hú. Hát figyelj, hol tart ez a világ? Én kiraktam, amit kértetek. Ott van. Nem pont erre gondoltam, de azt most mondtad, egy szép megható szerelmes kiírást kell hozzá, te nem csak úgy posztoltam. Én még rajtom, amit mondtok, hogy ne legyek büntibe. Megtettem. Jön vissza a fajérzab. Istenem, na jó van. Júli, hello, jó reggel, ciao. Júli, hello. A szerelmes idézetek.com-on, vagy honnan van? Gyerekekem, vannak ilyen szerelmes idézetek a fejemben. Hát most mit csináljak, ha ezt ilyenek is vannak? Igen. Csak eddig tartogatta valakinek. Csak eddig mindig csak Viki kapta meg, de akkor most megosztom veletek. Szívem eldugott és sokak által elzárt és nem látogatott helyét. És apró kicsi kis nem is tudom miért. 7 évig nem sikerült ezt feltárni. Hát ott van, kint van a poszt. Megvan. Megértem. Most már lesz tagadhatod. Mit? Hát, hogy egy romantikus alkat vagy. Hogy gyönyörű szép a lelked. Azt mondta a Feri, egy romantikus üzenettel kell megosztani ezt a videót, amit ugye megnéztek 300 ezeren, a Melinda videóját. Hát akkor megkaptátok. Mi a helyzet, Juli? Erről a Melinda féle videóról eszembe jutott, hogy képzeljétek el, nekem volt egy előző pasim, akinek egy éven keresztül vezettem naplót. Na! Minden nap leírtad, hogy úgy hiányzol, nem vagy itt. Minden nap leírtam, hogy mi történt velünk aznap. De miért, pszichológus volt? Az lett utána később. De minden nap írtam valami kis bejegyzés, hogy hol jártunk aznap, hogy kivel találkoztunk, hogy milyen történetek történtek, mert hogy neki az volt a fixa ideája, hogy valahogy szeretné rögzíteni az emlékeit, én meg megtettem helyette. Aha, majd elhagyott. Rohadt sokat dolgoztam rajta. Odaadtam neki, és így föltettem a polcra, és baromira nem foglalkozott. Nem foglalkozott vele? Nagy csalódása volt. Rohadt személy, nem is érdemelt meg, dögöljön. De mit írtál a naplóba, hogy ma... Igen, ma elmentünk és ettünk egy jó giroszt, meg egy falafelt. Hát mondjuk azért ne csodálkozz, hogy nem volt
Ma megint hamar elment nekem, meg nem is volt jó. Igen. Nem. Ma elmetroztunk a Pöttyös utcáig, de nem vettünk egyet. Annyira bírtam, olyan bátrak vagyunk. Igen. Olyan bejegyzéseket írtam ebbe a bizonyos naplóba, ami valamilyen szempontból élmény volt, és szerettem volna, hogyha emlék marad neki. Tehát, hogyha voltunk egy jó színházi előadáson, hogyha voltunk egy jó moziban, hogyha volt neki erről valami gondolata, akkor én ezeket így leírtam. És mindig ragaszgattam mellé mondjuk mozi jegyeket, vagy őszi falevelet, vagy mindenféle fiszfaszt, egy csomó dolgot. Ez a beszéd, őszintén erre 3 hétre, na, persze. Végre kibukott, és mit gondolsz, és nem becsültem meg, mi? És ott, hogy el sem olvasa, odaadtad neki, és akkor fölrakta polcra. Én azt hittem, hogy ez neki egy ilyen óriási katarzis lesz, mert hogy ő egy ilyen színész ember volt. Úgy adta elő magát. Látta, hogy ez neked kell. Nem, és fogta, megköszönte, nem nagyon tudta, nem értette, hogy mit akarok én ezzel, fogta, felrakta a polcra, és így napokig kérdezgettem, hogy bele se olvasol, meg se nézed, hát hogy majd lesz rá ideje. Igen, szakítottunk, úgyhogy utána elolvastam. Hogyan már? Ez is sikerült, előadta magát neked, mert azt látta, hogy neked egy ilyen intellektuális, érzékeny ember kellett, aztán valójában ő sem akart más, mint az összes többi, csak így feltúrja, mint a Robert Károly. Másfél éven keresztül adta az intellektuális, de jól jött. Csak a szakítottatok végül. Mit akarok? Ja, a Judit telefonált. Tegnap Judit. Na, hát, ha már cukiskodás. Na. És nagyon-nagyon üzeni mindenkinek, hogy olvasta a kommenteket a Facebookon, és hogy ők két napja potyognak a könnyei, hogy ennyi jó ember van, és hogy a Morning Show az ilyen jó fej, és hogy őt ennyire szeretik, és mindenkinek nagyon köszöni. Úgyhogy még egyszer átadnám az üzenetet, hogy de ha már cukiskodás, akkor nektek is nagyon köszöni még egyszer, és a hallgatóknak is, és hogy mindenki ennyire támogat. Tudtuk volna megtenni, ha nincs a sponsor, tehát hogy ez kellett a Lada is, Lada, hogy ezt meg tudjuk tenni, és tudjunk segíteni egy családon, tehát ez az ő érdemük, leginkább mindig csak a csatorna vagyunk, amin keresztül ez így átfolyik. Bár igazából. Hozzánk kötik, de hát nyilván ehhez mindig kellenek a szponzorok. És a hallgatók. Akarjuk kisajátítani, és a hallgatók persze, meg hát az a csomó személyes felajánlás, ami jött azóta, meg rengeteg minden. Szóval ez egy ilyen nagy közös dolog, nem csak a miénk, sőt, hát édes volt, és még állítottam, még Abaházi Csabi műsorban. Igen, betelefonált, igen, ezt a Feri mesélte. Meg megköszönte, tehát, hogy igen, hát, hogy igen. Ezek szép emberi pillanatok voltak. Nem pityeregtetek? Jó, akkor ezt tudom. De, megható volt, kemény volt, de abszolút. Hát azért sok ilyet végig csináltunk már, de azért a tegnapi érzelem kitörés az kemény volt. Persze, de hát... Akkor azért elfogynak a szavak, tehát nem tudsz mit mondani. Igen. Tehát annyira magáért beszélt az egész szituáció. Már Jánoson is úgy tűnt, mint a lennének érzelmeit. De aztán. Megtartottam magam. Kőszikla volt. Valami azért engem is megmozgat így belülről, és ez egy pont egy ilyen pillanat volt. Úgyhogy... Igen, egy friss lúdlába a rúszformba. Igen. Hasonló volt. De nem, tényleg jó volt. Egyébként jól sikerült. Na mondj, Juli, mivel készültél? Képzeljétek el, drágáim, hogy 3 nappal ezelőtt, amikor mentem hazafelé túrót, de hogy is múlt hét pénteken, a kislányom sírva ült be a kocsiba. És hát kérdeztem tőle, hogy mi az óriás nagy probléma, miért potyognak a könnyei. És elmesélte, hogy napok óta az ő barátai kizárják őt, csúfolják, margóra lett téve, hogy ő vele senki sem játszik, hogy őt kiközösítik, és hogy én most fogjam meg a telefont, és hívjam őt fel, mármint hogy a tanítónénit, és beszéljek vele, és tegyek igazságot és rendet, és segítsek neki. És nem tudom, veletek gyerekkoratokban volt-e ilyen, hogy egy kicsit margóra tettek, meg hogy félre raktak. Az a különbség, hogy akkor nem volt telefon. Akkor mi nem volt. De volt. Telefon. Így van. Hogy kérjétek a szülő segítségét. Én mindig meg is húztam a margót. Uh-huh. Mondták, hogy húzza meg a margót. Én meghúztam a margót, aztán ebből baromi egy baj életne. Valószínűleg a tanár azt mondta, hogy Balázs, húzd meg a margót. Igen, és azért... Mondom, tanárnő, ez nekem kicsit durva, de hát ha ezt tanári kérés, akkor megteszem. Mentem, és meghúztam a margót. Nagyon fura tanár-diák viszony volt, mert Margó néni a fizika tanárnő. De Zoffi azt mondta, hogy húzzuk meg a margót. Hát, Margó, nem gyere csak egy pillanatra. Én minden szó szerint tettem, hogy te tanárok mondtak. Nagyon fura dolgokat mondott lent a büfében. Nem tudom, hogy mennyire igaz a dolgok. De inkább ne legyenek. Szóval tele van az internet, ugye legutóbb az a két fiatalnak a videójával, amin össze-vissza vernek egy harmadikat, amit telefonnal készítettek. És ugye egy csomószor van hír, és egy csomószor foglalkoztunk már mi is azzal,
hogy az iskolai brutalitás, illetve hogy a gyerekek hogyan nyírják ki egymást a házon belül, illetve iskolán belül, és hogy ez is egyébként ebbe a kategóriába tartozik, tehát a kiközösítés, illetve a kicsúfolás is egyébként az erőszak kategóriájába tartozik. Nyilván nem az a kategória, illetve nem az a szint, amit mi mondjuk az interneten szoktunk látni. És a Gyurkó Szilvia, aki egyébként egy gyerekjogi aktivista, és aki egyébként nálunk múltkor megszólalt ennek kapcsán, egy csomószor nyilatkozik, főleg, hogyha ilyen nagyon markáns esetek történtek, mint amilyen a múltkor is volt, amikor az internetre felkerültek ezek a bizonyos videók. De azt gondolom, hogy egy szülő viszonylag gyakrabban találkozik olyan szituációkkal, mint amivel például én, hogy a gyerekét így egyszerűen kirakják a társaságból, és félrerakják, és emiatt a gyerek rettenetesen frusztrált. De nyilván, amikor össze-vissza verik, az sem egyik napról a másikra történik, és az is egy folyamat, de ennek enyhébb változatával egy csomószor szembesül egy szülő. És ezért felhívtam a szívét, hogy mondja már meg, hogy mi a szituáció, vagy mit kell egy ilyen helyzetben csinálni, hogy adjon már tanácsot, mert hogy egyébként, amikor kislány voltam, velem előfordult, hogy így kiraktak a csapatból, és egy pár napig nem szóltak hozzám, egy pár napig kevésbé voltam népszerű, aztán valahogy sikerült visszakerülni a Pixisbe, de soha eszembe nem jutott az, hogy szóljak anyámnak, hogy tegye helyre helyettem ezt a dolgot. És hogy azon filoztam, hogy szerintem egy ilyen élmény kell a gyereknek, hogy egyáltalán tudja magát kezelni, helyre rakni ebben a bizonyos társas dinamikában. Az érdekelne, hogy egyébként egy ilyen szituációban ti közbeavatkoznátok-e, vagy egyáltalán szólnátok-e a tanárnak, vagy nálatok mi lenne a módszer. Mert aztán mondom rá, hogy mit mondott erre a Szilvi, hogy mit kellene csinálni. Nem. Én sokáig nem. Ha nyilván eldurvul a dolog, akkor persze, de egyrészt azt gondolom, hogy nem a pedagógusnak kell megoldani ezeket a problémákat, vagy nem mindet, tehát ő azért van ott, hogy tanítson, ezt én már sokszor elmondtam, hogy a mai szülők nagy többsége mondja azt, hogy majd a tanár megoldja, nem? Ezt neked kéne megoldani. Bátorítást adnék a gyereknek mindenféleképpen, tehát beszélni kell róla, meg az tök jó, hogy elmondta neked, de ez nem a te feladatod. Igenis, a konfliktus helyzeteket neki kell megoldania. Az ő kis életében, 6 évesen, 8 évesen az a konfliktus helyzet, hogy most engem kitúrtak, nem hívnak focizni, nem dobják oda a labdát, meg kell oldanod, mert ha most nem oldod meg, akkor később a nagyobbakat se fogod tudni megoldani. Nem fogsz tudni egy csomó helyzetben mit csinálni, hanem fölhívod majd az anyádat, hogy jaj, anyu, a főnökömmel konfliktus helyzetem van, gyere be. Hát nem. 42 éves vagy kislányom. Most igen, már azért, igen, most már azért el kéne kezdeni a dolgot. Igazából szerintem is igazából a Ferjének. Én semmiképpen nem avatkoznék. Én legfeljebb beszéltetném. Nálunk nagyon kevés alkalommal fordult ilyesmi, inkább csak az osztálytársai jöttek oda panaszkodni, hogy kiközösített őket. De hogy én inkább azt mondanám, hogy mesélj el, hogy miről van szó. És akkor előbb-utóbb ott összeáll a kép, hogy valójában mi történt. Ezek kislányok, tehát hogy ott mindig van valamilyen civakodás. Akivel a legjobb barátnő ezen a héten, a következő héten a legnagyobb ellenség, aztán megint a legjobb barátnő lesz. Tehát, hogy azért vannak ilyenek, de igazam a felnőnek, tehát, hogy meg az sem jó, hogyha a tanárnő megy oda, aztán azt mondja, hogy az osztályfőnöknek, meg az ő tanári tekintélyénél fogva próbál meg rendet tenni, úgymond. Ezt nem a gyerekeknek kell. Hát, én szerintem azért ez nem lehet csak a gyerekekre fogni, hát azért ez a tanárnak a dolga, hogy ezt kibeszéljék, hogy ezt behozza az osztályba, hogy legyen egy beszélgetőkör, tehát, hogy szerintem azért ez a csapat egység és a csoport egység miatt azért ezt csinálják sokan. Tehát vannak alternatív iskolák, ahol reggel mondjuk egy beszélgetéssel indul, ahelyett, hogy fáradtan ülnének mondjuk 8-tól a matekon, és egy óráig mindenki behozza a személyes problémáját, elmondják, megbeszélik, átbeszélik, és a csoport, az osztály talál rá egyfajta közös megoldást, és ez oldja a szorongást a gyerekekben, szóval ez baromi jó lenne, ha sok helyen bevezetnék egyébként. Én ezt nem gondolom, hogy nem teljesen a tanár feladata, szóval van az a pont, ahol már be kell avatkozni, meg látni kell azt a tanárnak, szóval nyilván nem mindig könnyű észrevenni 30 gyereknél, de hát azért ezt nem mindig tudja a szülő megoldani. Igen, ez pontosan ezt mondta, hogy az a baj, hogy nagyon sok pedagógus egyáltalán nem is veszi észre ezeket. Ez nagy baj szerintem. Ide-oda raposgatásokat, és a másik az, hogy egy csomószor indirekt módon próbálnak beavatkozni, tehát odaáll a gyerekek el, és azt mondja, hogy gyerekek, vegyétek már be a kizikét holnaptól, és játszatok már vele, amitől kezdve a gyerek kap egy címkét, hogy ő a lúzer. Igen, még többet fogja utálni. Elszalad anyukához, aki az anyuka bemegy az iskolához. Ez egy primitív megoldás, szóval, tehát aki ezt csinálja, az nem való tanárnak. Erre a Szilvi azt mondta, hogy hát nem feltétlenül, mert egyébként azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok tanárból hiányzik ez a fajta érzelmi intelligencia, de akkor adjál neki megoldási javaslatokat, hogyha azt látod, hogy ez nem feltétlenül működik nála, hogy például vonja be csoportjátékokba a gyereket, vagy akkor, amikor közös munka van, akkor próbálj meg összeosztani azokkal a gyerekekkel, akivel konfliktusa van, és hogyha együtt tudnak működni munka megosztásban, akkor látni fogják, hogy ez a gyerek nem feltétlenül használhatatlan. Egyébként a Szilvi azt mondta erre az egész történetre, tök érdekes volt, hogyha a gyerek nyilván hozzád fordul ezzel a problémával, az egy segélykiáltás, azt komolyan kell venni, tehát ezt nem lehet elbagatelizálni, nem lehet azt mondani, kicsibe vonni, hogy ez probléma.
vagy beszéltesd, mert hogy ő azt gondolja rólad, hogy te egy szuperhős vagy, aki majd így bemegy, és így tök jó, hogy varázsütésre megoldja. Ez a legszebb dolog, hogy hozzád jön, csak azt hiszem én, hogy nem kell neked rögtön úgy beavatkozni. Nem, semmiképp. Kell, ki kell szedni belőle, hogy mi a baj. Ott a pedagógus, aki soha nem tanulta ezt a módszert, amiről te beszélsz, kettő, a tele van azzal, hogy délután 4-ig kell tanítani a gyerekeket, mert akkora a tananyag, amit le kell adni, hogy emellett nincs ideje erre a dologra, érted? Szerintem, amit te tehetsz, nyilván van az a kategória, amikor lépned kell, meg kell hallgatnod a gyerekedet, és fölvértezni valami jó tanácsa, hogy próbálj meg valami olyat lépni, amitől majd elfogadnak és visszavesznek a játékba. De oda menni, és neked beavatkozni, vagy a pedagógusnak szólni, szerintem az első hiba. Igen. Most képzelem el a szituációt, Júlia oda megy az egyik ilyen kis osztálytárshoz, aki mondjuk így kiközösített, hogy megfenyegette a gyereket, és azt megfogja, akarja, és azt mondja, hogy szerinted mennyit fizet a szimbol csoportos tanuló biztosítás törésre? Nem tudom, de majd megtudod. Igen. Vagy érkezik Miró majd egy fakanállal, tudod? Igen. Meg a puskájával. Igen, háromszor a levegőbe lőtt. Azt mondja egyébként szintén Gyurko Szilvi, hogy van egy ilyen háromszög, úgy kell elképzelni, van az áldozat, van a sértett, akivel ugye cseszekednek, és van a néző. És mindig ebben a hármasban van a leosztás. Tehát akkor jó, hogyha ez a dinamika folyamatosan változik, hogyha néha előfordul, hogy áldozat vagy, néha te vagy az, aki kicsinálja a másikat, és néha megfigyelője van vagy az eseteknek. Hogyha valamelyik szerepbe beleragad a gyerek, akkor van baj, és akkor kell közbelépni. Tehát néha verjen, néha verjék, ez a jó? Nem feltétlenül, nem az, néha nézze egy sonkás zsömlével a kezében? Nem, csak azt mondom, hogy legalábbis azt mondta Szilvia erre, hogy azzal sincsen gond, vagy azt se kell túl komolyan venni, hogyha az a hír járja, hogy az én gyerekem mostanában kiközösíti meg, piszkálja a többieket. Ha viszont ez tartósan így marad, akkor kell lépni. Úgyhogy én most ott tartok, hogy én most kivárok. Várom, hogy valahova ez fejlődjön. Persze, figyelj, ez nem történik más, mint hogy az iskolában megtörténik az, ami aztán a való életben is. Ez a hierarchia kialakulása, ez egy teljesen természetes dolog. A munkahelyen, társas közösségekben, edzésen, mindenhol van egy hierarchia, nem? Itt is, nálunk is igazából. Hát tehát, hogy tetején, nem, most nem így értem, tehát nem erre gondolok, hanem minden munkahelyen, minden kapcsolatban, baráti közösségben, a családban, tehát ezt a gyerekek ugyanúgy lemodellezik. Nyilván azt nem szabad hagyni, hogy áldozattá váljon. De azzal igen, amit a Feri mond, azzal értek egyet, ha mindig ott vagy, mindig kihúzod, mindig megvéded a nagy közös ellenség ellen, akkor igazából egy teszetosz a tutyimutyi felnőttet nevelsz. Tehát van az a pont, ahol ameddig neked hagyni kell, hogy ő oldja meg a saját konfliktusait és a saját problémáját. Neki az a fontos, hogy ő érezze, hogy te érzelmileg mellette vagy és támogatod, és ott vagy, ha mikor kell ez, de ha ez a biztonságító otthonról hozza, és van egy érzelmi támogatottság otthonról, jobban meg fogja tudni oldani. A gyereknek nem az kell, hogy te bemenjél, a gyereknek az kell, hogy tudja, hogy te mellette állsz ebben a problémával, az a fontosabb. Nem az, hogy bemenjél és lepofozzál ott mindenkit, mert azzal egyébként nem segítesz rajta se. Hogy otthon valóban meghallgass, hogy odafigyelj, elmondhassa neked, és ne az legyen a válasz, hogy ne barátkozz bele. Ne foglalkozz vele, ne barátkozz bele. Úgy sincs igazad, én tudom, hogy ő kedvel téged, csak most azért csinálja. Mit csinál a gyerek? Azt mondja, hogy anya nem ért meg, apa nem ért meg, és azt mondja, úgy sincs igazad. Nem, azt mondja, hogy ez biztos nagyon rossz lehet neked, de tudom, hogy képes vagy megtalálni a megoldást. Szerinted mi lehet a megoldás? Ő mond erre valamit, a kezébe átadod a megoldást, büszkén kitalálja, másnap bemegy, megcsinálja, és tök jól fog a dolog működni. És a harmadik ilyen után, amikor így pattintod le, hogy úgy sincs ebben semmi, már nem fog odajönni negyedik. Nem jön oda, nem jön oda. Tehát a gyereknek fontosabb, hogy érezze, hogy te tudod, hogy neki valódi problémája van, te azt átéled, és megpróbáljátok együtt megoldani. Ha bemész lepofozol három gyereket, de közben azt mondta, hogy jól van, na megoldottam, hagyjál békén, a gyereket nem húzott ki a bajból. Meg a személyiségfejlődéséhez szerintem ez is kell. Tehát, hogy ez is hozzátartozik. Hát, kell, milyen az, amikor valakit kiközösítenek, amikor valaki így margóra kerül, valaki egy picit áldozati szerepkörbe kerül, mert nem fogja tudni megérteni azokat az embereket később, akik hasonló szituációba kerültek, hát, igen. És kegyetlen az élet velük szemben. Engem is pofoztak az általános iskolába, birkózó edzése jártam, ott a nagyok föltörölték veled a padlót, nem jött be anyám, hogy lepofozza őket, nem is nem tudta volna őket, mert őt is becsomagolták volna a szekrényt. De te akkoriban szóltál? Nem tudtam szólni, mert edzőtábor volt, ott a kicsiket verték a nagyok, alig vártam, hogy nagyják, hogy én is verjem a kicsiket utána, és mindenki a saját korosztálya alatt, lévő gyerekeken állt bosszút. Tehát amikor serdülő voltam, vertek a juniorok, mi vertük a kicsiket. Mikor én középső lettem, akkor mit tudom én vertem a juniorokat. Tehát én is alig vártam, hogy öreg katona legyek, csak aztán egyére levitték a katonaságot, csak végig
visszívtam. 12 hónapot is nem tudtam szívani. Szóval ez benne van. Hát ez egy hierarchia, ez van az életben. Én már azt is utáltam, amikor a homokozóból például az anyuka sikítva veszi ki a gyereket, mert két gyerek a homokozóban egyik lerombolja a másik. Elássa nyakig, meg ilyen macskaszart teszik. Hát most az megemet fél kiló macskaszart, mert Józsi bácsi macskája megint oda kúmandotta. Este a játszótérre. Miközben azt kell az immunrendszerére. Pedig az milyen jó, és mennyi minden van benne. Képzeljétek el, más egyébként csak egy gondolat erejéig betörtek a szomszédunkba. Ó, hát akkor ti vagytok a következő. Na ne. Mennyi mellé nem tör. Nem, képzeljétek, arra mentünk haza, meséltel a szomszéd, csak mert még egy négylepes társasházban lakunk. Egy TV-vel a vonalon. És most van a Júli. Be vagyok szarva egyébként. Tényleg? Aha. Hát egy kicsit, igen. Én hát akkor irány akkor gyorsan irány a buti. Nincs már ki az ablakot létszel, legalább a keresztüzet, ugye már. Hát ez ilyen. Hát akkor a társasházban lakunk, és most az előttünk az első lakásban betörtek, mivel ráadásul hátsó lakás vagyunk, úgyhogy oda tökre nem rá látni, úgyhogy azóta zárom az ajtót, az előtt is zárom. Azóta zárom az ajtót. Nem. És szólok a gyerekeknek, hogy amikor elmegyek, és egyedül vannak otthon, ők is zárják. Ennyi, annyit tegyetek, hogy máshol kivarak, vagy itt tudom én egy ilyen Rottweiler felett, egy harapos kütyüt, rakjatok, én szerbek vagyunk, nem viccelünk. A Miró mondta, hogy tegyünk ilyeneket, mert hogy állítólag ez elriaszt. Hogyha kint van a harapós kutya, illetve a riasztóberendezés, hogy ez is sokat számít, hogy nem mennek be azokba a házakba, ahol ilyesminek lehetősége van, inkább mennek a kis. Megnyugtattak, Júlia, ki akarnak rabolni, úgyis kirabolnak. Tehát, hogyha te valakinek bejössz ott a lakásod, a kecódot, kirakaszt a kutyát, rott fejletnek, akkor úgyis kipakolnak. Tehát akkor ez egy jó zár, meg egy hasznos riasztó szerintem többet ér, mint a vigyázod a kutya harap. Jó, tehát, azért vannak a társadalmi, már azon kírva, hogy óvatosan anyám elélünk, akkor. Óvatosan a mama nagyon harap. Mama harapa úr. Talahogy így. Tényleg egy ilyen mamber, hogy egy bottal így próbál mindenkit lekaszabolni. Én az előző lakásban fogtam tolvajt. Már az előző lakásodban? Úgy mentél haza, hogy otthon volt? Nem. Éjszaka arra keltem föl, hogy valaki szöszmötöl kint a kertben, kimentem a konyhába inni egy pohár tejet, és hogy néztem ki az ablakon. Amire akart füvet nyírni hajra kettőt. Csutkára beállva. Briganti! Hozzabító! Hozzabító! Nem, és hogy néztem ki, azt láttam, hogy az ablakunk előtt jön a pasi, és pakolja ki a súfninkat, és így teszi le a sötét. De mi mit lehet elvinni egy súfniba, egy lócsolót, meg egy létrát? Tehát mit viszel el egy súfniba? Nem jó, jogos, persze, csak itt ki az Isten akar kipakolni egy súfnit? Két vödröt és egy metszólót viszel el? Valamire bepipultam, mert hogy előtte való két héttel a testvére babakocsit ugyanígy lenyúlták a lépcsőházból, úgyhogy elöntötte a szmötyi az agyamat, és így kirohantam, hogy elkapom most, és megfojtom. És háló ruhájában egy bolygatott eljel a kezébe a Júli. Kemény lehettél. Nem, kimentem, és akkor már hallotta, hogy jövök, úgyhogy elindult kifelé a bejárat felé, én pedig mentem utána, szóltam Mirónak, hogy jöjjön, mert oda kiabáltam az ágyba, hogy itt a tolvaj, én pedig mentem kifelé, felkapcsoltam a lámpát. Nem, Miró, mert hányám állunk? És kiabált, hogy itt a tolvaj, itt igen, a tolvaj? Igen, úristen. Mentem utána, hogy elkapjam, így megragadtam a vállát, de hogy kiszabadította magát, elkezdett futni, én futottam utána, a Miró jött, addigra... De mire számítod, hogy elkapod, hogy letepered, és akkor birkoztok ennyire? Én megfojtottam volna, kikapartam volna a szemét. Én annyira azt gondoltam, hogy ez az az ember, aki elvitte a testvére babakocsit, és milyen az, aki elvisz egy testvére babakocsit egy lépcsőházból, hogy az bárki lehetett volna, én ott azt megfojtottam. Hozzátok. És hát törnék be szívesen azért ott állsz. Jött a kis harci kutya. És rajta ízét a felmosó rudat. Aztán jött a rendőrség, mert pont arra jár örös. És elkapták? Nem. A Mirót? Nem, a tolvajt, és utána be kellett mennem ilyen szembesítésre, és akkor másfél órán keresztül rabolták az időmet, hogy mit vitt el a súfniból, hogy tulajdonképpen akkor nem is vitt el semmit, akkor meg miért mentem utána, mondom, miről van szó, ember? Hát pakoltak ki a súfniból. Hát mostanában is vannak ilyen fura ítéleteket, azt hallottátok, hogy valaki kerékpárt lopott, azt nem mondták, hogy igazából nem is ért, nem nincs le. Miért elítélni, bizony. Mert hogy ő valójában nem ellopta, hanem csak kölcsönvette, mert közlekedni akar, és felmentették az életet. Kerékpár esetében ez nem büntetendő cselekmény. Tehát gyakorlatilag bárki bármikor legalábbis lophat kerékpárt, hiszen én csak közlekedni szerettem volna. Hoztak egy ilyen ítéletet. Ugyanezt mondta nekem a rendőr, akkor egy csomó olyan dolgot vitt el, amire önöknek nincs is szükség. Mondom, micsoda. Hát, ezt mondta, hogy olyan dolgot vitt el, mire önnek nincs szükség. Elkezdte kipakolni a fémeket. Nem történt lopás, önöket. Elkezdte kipakolni a bádogot, meg a fémeket a súfniból. És maga mivel építkezésből maradt szakács vagyok. Hát nem bádogos. Akkor bárdogra nincs szükség. Akkor ez csupa olyan dolog volt, amire önnek nincs is szükség, mondta ezt nekem a rendőr. Hát mondom, csezd meg. Igen, valóban. Hát akkor vigye el. Hát mert messzire kellett kijönni onnan az Adiról, gondolom hozzátok. Na jó, a Júli, puszi. Ciao. Hello, hello. Mit van már is a játékosunk? Hármasugrás játszunk már is. 3-as ugrás.
Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Gergő vagyok. Gergő, honnan hívtál minket? Hát pillanatilag Solton tartózkodom, de szegedi vagyok. Solton tartózkodsz, de szegedi Solt. Vagy. És mit csinál Solton? Áruszállító vagyok, éppen festéket viszek boltokba. Jól van, mit szól az első kérdés? Hogy hívják Vuk nagybátyját Fekete István regényében? Karak. Így van, Karak. Hát ez nagyon szép. Nem gond, hanem új effektek. Minden van, jelen. Csak megtalálom. Itt remeg a kezem. Kicsit, igen, fel van dagadva a hüvelyk újja, és egyszerűen két gondolj meg. Azt mondja, hogy menjünk tovább? Menjünk tovább, igen. Jegyzet, füzet? Igen. Elfogyott a sapkánk, jegyzetfüzet. És egy mutatós, jól néz ki. Helyes kis. Tényleg csecse. Sárga kis jegyzetfüzet. Lehet bele jegyzetelni. Füzet. Sárga. Formáljunk. És sárga. Elől Klassz FM félre. Nem néz ki rosszul amúgy. Jó, de. Jó. Meg hát tudod, most már... Ez van. Gyere, ez van. Hát így a végére. Fogyogatnak a ajándékok. Valamit muszáj adni, ugye? Melyik akciófilmsztár filmje a Bluff, a Szállító és az Olasz Meló? Ki játszik ebben? Melyik ez az akciósztár? Még egyszer a Bluff, Szállító. Talán az a leghíresebb. Hát a Jason Statham. Jason Statham, így van. Mi legyen a harmadik kérdésem? Ha megkérdezhetem azt, hogy milyen jellegű, akkor eldöntöm. Nagyon könnyű köszönöm. Sport, és nagyon könnyű. Kifejezetten könnyű. Sportban abszolút nem vagyok otthon. Óra a tét. Óra. Ezt szerintem ezt úgy nagyjából lehet könnyű, tényleg nagyon könnyű. Egy óra. Lehet, hogy az utolsó óra én azért neki mennék, mert holnap ilyenkor már csak dalokat fogunk küldeni cserébe a Bázi Csabinak. Na jó, nézzük. Milyen nemzetiségű a világ első teniszező? Férfi. Férfi. De most tényleg... Balázs, egy kicsit segíthetnél. Nem spanyol. Nem spanyol. Uh-huh. Hát megmenném kockáztatni, hogy amerikai? Nem. Nem, amerikai nem is tudom, nagyon régen nem volt már a világon. Akkor svájci lett volna a másik tippem. Svájci volt sokáig, Görözser, de nem. Szerb. Hát Gyoko már nem sokáig szerintem, de még most Gyoko van azért. Aha. Gyoko van azért. Igen, jó. Júli Aposának a kertszomszédja volt. Tök régen volt boom, baromi régen boomoztunk. A boomozunk egyszerűen, hát, hónapok óta nem volt boom. Na. Hát ha. De akkor keményen csapja, de mert már a hallás része se jó a szoftver. Hey! Azt a mindenit neki, azt a mindenit neki, milyen boom volt. Azt a betyár. De gyönyörű lövés volt. Hát nálam ez jelez. Hát nálam, is hát nálam ez jelez. Azt a mindenségét. Villog a szoftver, úgy látszik, hogy már szeretett volna adni, olyan régen adott. De jó, örülök neki nagyon. Sokat kell pihennie, és akkor jó indulatúvá válik. Így van, meg oda kell tenni magát az embernek néha, ugyebár. Meg ilyet kell bummozni. Gergő, gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Megvan az ajándékcsomag, jelzett a szoftver, ennek mi nem mondhatunk ellent. Szuper. Köszönöm szépen. Ciao, köszi. Hello. 3-4-10 lesz 4 perc, jövünk vissza mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Cuki kedvünk volt ma, gyerekek. Ma mindenki, akit fölhívtunk, ma mindenkit. Neked volt az? De. Az volt, hogy őszinte leszel. Mindenjen őszintén leszünk. Találtunk egy videót a neten, igazából nem is gondoltuk, hogy a gazdája előkerült, csak beszéltünk róla néhány mondatot, de aztán Melinda befutott. Ő csinált egy éven keresztül minden nap egy ilyen kis feliratot az ő pasiának, és akkor megbeszéltük, hogy ez aranyos, vagy nem aranyos. Sokan szeretik, sokan utálják ezt a videót, mi erről beszéltünk, aztán Melinda becsörgött, hogy ő bennünket hallgat, és akkor viszont visszahívtuk, hogy mondja el, hogy készült ez a videó, és mit kell az ő kis történetükről tudni. Helyes sztori volt egyébként. Aranyos volt egyébként, tényleg. Ezt, hogy hazudik meg. Ja, nem. Eddig minket hallgatott, de ezen túl csak a Verit és Balázst fogja hallgatni. Ne, amikor én megszólalok, be fogja majd a fülét. Tudja, hogy milyenek vagyunk, de hát bennünket ezért szeretnek. Na, szóval erről volt szó, ma reggel ezeket a pillanatokat, most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 5 perc, pontosan 10 óra. Csavi, hello, jó reggelt kívánom. Jó reggelt nektek, ti romantikusok, ti. Csak ő. Na, mi újság van? Na, nem. Hát ez, hozok neked majd dalt. Na, mit kapok? Jazz meg az megint hétfő, a mai hangulatot. Ó, de szerettem a jazz meg azt. Szerettem. A Gringo Starról szívesen lebeszéltem volna a gesztit, de a jazz meg azt nagyon szerettem. Nagyon jó volt. Mi újság, Csavikám, egyébként minden oké?
Én nem tudom, hogy ez az időjárás, ez most normális? Nem. Ez a 20 fok, ez semmiképpen nem egy október végén. Azt érzem, hogy amikor hideg volt, akkor tök jó volt, hogy jön megint ez a izé, és akkor ez most meddig tart? Tehát lesz még tél? Várom már. Hát csak szerdán. De hogy november az ilyen indián nyár lesz, tehát hogy a szeptember végig jön vissza novemberben, de most az is van, hogy holnaptól meg hideg. Na, ezt oszd be. Jó, hát a Bali szoktam mindig nézni az időjárást, azért kérdeztem tőle, hogy most... Jó, olyan fejfájással ébredtem ma, hogy nem szoktam pedig. De elmúlt. El, abszolút, igen. Én örülök neki, elővettem a nyári cipőimet, nadrágjaimat, és hát, ha elkezdem hordani. Jó? Jó, van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán elköszönünk. De ugyanolyan vagy, mint én. Ugyanazokat hordott télen is, amiket nyáron. Persze. Igazából nem semmi változás. Igen. Csak nagy kovától. Bekentétek a kezeteket rendesen? Be, igen. Most lesz a névnap, és meg akarom ajándékozni. Morning show! Jó reggelt, hello! Sziasztok! Hello! Ciao. Hát nem írtad alá, aláírtad? Nem. Hogy hívnak? Kimaradt. Laci vagyok. Laci, nagyon helyes SMS-t írtál nekünk, ugye Rékával beszéltük, Rubint Rékával, aki ugye hazavitt egy hajléktalant az ő anyukájához, és ezt elmondta nekünk, és megosztotta velünk ezt a történetet, te pedig annyit írtál nekünk, szegény Lilúnak pedig nincs munkája. Igen. Mert Lilúnak van ugye a család összehozós műsora, de közben Réka elveszi a kenyerét, mert akit meglát, hazaviszi. Lassan Réka az új trütkó, nem? Ha akarod, ha nem, Réka elvisz. Igen. Ilyen mondod, hogy tegyek itt lakom, Réka elvisz. De egyébként ez helyes sztori volt. Na, figyelj ide, van egy ajándékcsomagod. Hurrá! Na, mindig jó hallani, amikor... Kics, ordics, ennyire örül a hallgatók. Hol hallgatsz minket? Azt még nem kérdeztem. Zsámbékon. Zsámbékon? Jaj, de szép hely. Szép hely, Zsámbék. Igen. Akkor nem megy vagy messzire a postás. Küldjük, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, ciao, hello. Sziasztok. Remek zenék, Csavikám. Hozok nektek egy vadi újat, egy olyat, amit még nem ismerhettek, csak hogy ti is ismerkedjetek egy kicsit a mai... A Beatles-től a Yellow Submarine. Igen. Annyira úgy. Már a nevük is nagyon jó, The Chainsmokers. A lázdohányosok. Oh. Ők egy amerikai DJ duó, és egy amerikai DJ duó. És Halsey, ő pedig egy amerikai énekesnő, és így közösen összehozták a Closer című dalt. Ez vadi új, és featuring nagyon... Featuring benne van? Persze. Jó, az engem mindig megnyugtat, ha láttam, hogy featuring is ott van. Jó van. Annélkül már nincs mondal. Csabikám, jó munkát neked. Köszönöm szépen. 555-55-00. Mondja, Jani, akartál, amit? Csak azt mondtam, ha még szereted. Én mindig szeretek dolgozni. Csabi, ez a szemüveg most már állandó? Képzeld el, szemüveges lettem. Azt látom, mert én azt hittem, hogy idég egy ilyen így, vagy valami, de most már látom, hogy ez állandó. Az a garami, akinek imageből volt, de most már neki is kell. Olvasáshoz kellett, meg hát nagyon messzire kellett mindig tartani már a telefont, és aztán elmentem egy szemészre, és azt mondta, hogy nem csak olvasáshoz. A Boházi úr ezt most már viselni ez kell. Ez jó ideig nem zavart, hiszen nem olvasol. Jó van, szereket, az a lényeg, Csabi, tudom. Jó látni, hogy ez van így 50 felé, gyerekek. Jó látni, úristen, nálam még süt a nap, de azért ez már egy rémisztő kép, ami felé megyünk. Csabi. De szeretettel várunk. Megyek, gyerekek, megyek én is át a példára. 555-55-00 a telefonszám, kérjetek Csabitól sorsodat, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.